Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Mulatóban. A történelmi sorozatunkat Ámos vezérrel és a Hon visszafoglalásával folytatjuk, de még mielőtt elmondanám a közérdekű információt, hogy mi lesz a következő epizódja a történelmi sorozatnak, megkérek mindenkit a YouTube csatornán is, köszöntök mindenkit, és aki még nem iratkozott fel, az most tegye meg, hogy kapjon mindig friss hírt a következő előadásainkról. Szóval a következő előadásunk az pedig Árpád lesz, és így folyamatosan végigvesszük az egész történelmet. Úgyhogy nem is szaporítanám a szót, mert már így is kicsit későn kezdjük. Köszöntsétek Szántai Lajost! Akit felkérek, hogy kezdje meg az előadását, és köszönettel. Parancsolj! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szokás szerint egy ilyen átlagos helyzetjelentéssel kell kezdeni, hogy hogyan fogjuk folytatni. Tehát számtalan idézetet fogok felolvasni, ami azt jelenti, hogy egy kicsit egy ilyen felolvasó estre fog emlékeztetni majd az, ami itt el fog hangozni. De látni fogjuk, hogy nem hiába. Tehát bizonyos dolgokat nem árt úgy tudni, ahogy mondjuk a krónikákban megfogalmazták, vagy Anonymus Gesta Hungarorumában, vagy ahogy a mondai hagyomány számon tartja történelmünket, vagy éppen ahogy külföldi források mondjuk a Hon visszafoglalás korának valóban méltó forrásai lehetnek. Csak azokkal mindig az a gond, hogy ezzel a 895-ös, 96-os dátummal sehogy nem lehet szinkronba hozni. És általában úgy 20. század eleje óta, 19. század vége óta mindent ez a 895-96-os dátumhoz próbálnak igazítani, ami azt jelenti, hogyha passzolnak a kortárs vagy későbbi korokból, évszázadokból származó történelmi adatok, akkor azokat idézik, ha nem passzolnak, akkor nem idézik. Hát én most egy nem passzolós gyűjteménnyel fogok előállni, amelyek legalább annyira ismertek kellenének, hogy legyenek, mint amit általában tényleg bármilyen történelemkönyvben vagy a korral foglalkozó monográfiában megtalálunk. Tehát tudni kell azt, hogy a magyar krónikáknak van egy teljesen önálló véleményük a Hon visszafoglalás koráról, tehát honfoglalás ilyen címszó alatt magyar krónikákban vagy magyar hagyományban nem nagyon fordul elő. Ez egy rendkívül késői korból származó megfogalmazás, definíció vagy meghatározás. Tehát ez azt jelenti, hogy Mária Terézia korának második felében kapnak lábra az ilyen fajta történelmi definíciók, hogy Árpádház, ugyanakkor pedig honfoglalás. Tehát Árpádházról egészen addig, és ez Árpád történelmi tettéből semmit nem von le, csak tudni kell azt, ez például Bakai Kornél nem egyszer hangsúlyozta, mások határozottan állították, hogy miután Árpád vezér nem alapított dinasztiát, hanem ő is egy dinasztiának, nemzetségnek volt a tagja, ezért mérlegelni kellene, hogy mikor alkalmazzuk ezt a kifejezést a Turul nemzetségre, vagy Attila király nemzetségére, hogy Árpádház. És hát tudnivaló az, hogy minden ilyen kijelentésnek van egy olyan következménye, amit általában nem gondolunk végig. Tehát amennyire Árpád vezér koráról, magáról Árpád vezérről éjjel-nappal beszélni kellene, dicsőíteni kellene, de ugyanakkor dicsőíteni nem nagyon kell, mert hogyha tárgyilagosan méltatjuk az ő történelmi tettét, akkor azt kell mondani, hogy a világtörténelem Jézus születésével induló világhónap, világtörténelmi idejét figyelembe véve az egyik legnagyobb szabású történelmi tettet hajtotta végre. Hát erre még a lámpák is elszégyelik magukat, teljes joggal egyébként, tehát önmagában ez nem jelent túl sok dolgot, de azért lehet érzékelni, hogy ha a technika így áll hozzá ez a kérdéshez, hogy szemérmesen hirtelen lehunja sok szemét a sok reflektor, akkor itt tényleg nagyon sok fontos dolog kerülhet majd kifejtésre. Tehát Árpád vezér a világtörténelem egyik legnagyobb szabású, hanem a legnagyobb szabású hőstettét hajtotta végre. És az a kor,
amelyik a Turul nemzetséget, Attila király nemzetséget, ezt a megnevezést végül majdnem véglegesíti Árpád vezérre vonatkoztatva, az minden tiszteletet megadott magának Árpád vezérnek, olyan módon, hogy egy kicsit később, tehát a következő évszázadról van szó, a 19. század elejéről, a reformkornak a tényleg méltán híres, reménykeltő, fényes korszakáról, hát ott Árpád vezérről nem véletlenül beszélnek annyian és annyiféleképpen, mert érezték, hogy a haza könnyen olyan helyzetbe fog kerülni, hogy el fog veszni. Tehát ilyenkor nyilván azokat az erőket mozgósítja egy nemzedék vagy több nemzedék, lehet, hogy ösztönösen, lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy tudatalatt, de egy biztos, hát gondoljunk csak Vörös Marti Mihály költészetére, Párducos Árpád, tehát egyszerűen próbálják megidézni, jelenvalóvá tenni az ő hőstettét, az ő jelenvalóságát, azt, hogy honszerző Árpád visszaszerzi magyar népnek Magyarországot, és ezt megpróbálják tartalommal megtölteni. És azért ne felejtsük el, rá egy évszázadra már a trianoni évszázad kezdődik el. És azért megérzések mindig jellemzők egy nép előrelátó bölcseire vagy gondolkodóira, hogy azért összefüggéseket átlátnak, következményeket le tudnak vonni, és nyomon tudják követni az eseményeket a múlt jelen útvonalán egészen a jövendő korszakokig. És ez nem azt jelenti, hogy ők mondjuk Vörös Marti Mihályra gondolva, vagy pesszimista volt, vagy borulátó volt, nagyon is tisztán látók voltak. És nagyon pontosan tudták, hogy milyen veszedelmek fenyegetik a nemzetet. Tehát Árpádnak hatalmas volt a kultusza, amit minden szinten, mindenféleképpen megérdemel, de tudni való, hogy nem alapított nemzetséget, nem alapított dinasztiát, és ez azt jelenti, hogy tudat alatt észre sem vesszük, hogy mi magunk rövidítjük meg saját történelmünket. Mert gondolom, tudjuk, a hivatalos történetírás foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, most nyilván egyszerű sarkított mondatok következnek, hogy az első magyar Árpád vezér tette be a lábát a Kárpát-medencébe. Hát ebből egy hang nem igaz. Tehát minden esetre a nemzetségnek a neve Turul nemzetség, vagy Attila király nemzetsége. Saját magukat így nevezték, kortársak így hívták őket. A Turul pedig egy olyan koronásfejű madár volt, eleve lehet érzékelni, hogy nem arról van szó, hogy egy madárfajtának van a fején bóbita, vagy valamilyen különleges tolla, vagy nincsen. Koronát madarak nem szoktak hordani. Tehát maga a Turul önmagában már egy mitológiai, mitikus szinthez tartozik, de ugyanakkor pedig az ornitológia világán belül leginkább a sólyomfélék között fogjuk majd megtalálni a helyét. Tehát amennyire úgy tűnik, hogy ismerjük, tudjuk, amennyire ismert Eurázsiában, Kis-Ázsiában mondjuk a Turulnak, Togrul, török nyelven különféle névváltozatai, azért tudni kell, koronásfejű Turul madár. És ez Attila királynak volt a madara. Attila király a pajzsán, a címerén, a zászlaján ezt a madarat hordozta, koronásfejű Turul madarat, és hogy a krónikáink leírják, a nemzet is azonosult vele, egészen nem fogjuk elhinni, nem Szent István koráig, tehát majd oda is el fogunk jutni, Taksony vezér koráig. Tehát utána majd Géza fejedelem idején fog valami változás megjelenni, és minden történelmi forrásunk meglepő módon nem Szent István tekinti korszakos határnak, hanem Taksony vezért. Ezt majd látni fogjuk, hogy alkalomattán, hogy miben mutatkozik meg. Ez nem azt jelenti, hogy Szent István az nem egy fordulat, nem egy korszakos jelentőségű ügyet képvisel, hát mind a mai napig meghatározza a nemzet sorsát és történelmét, csak nem olyan módon, ahogy nekünk azt naponta megpróbálják felmutatni, megmutatni, leginkább mondjuk augusztus 20-ai műsor keretében, vagy hivatalos oktatás keretében, mert ott is éppen annyi torzképet látunk, amit a magyar művelődés történet területén, hát sajnos már kezdünk megszokni, és a hiteles valódi képeket már alig tudja egy átlag tájékozót, ságú ember megkülönböztetni a mindennap felbukkanó torzképektől. Tehát rövid tömörséggel
A turul az egy mitikus madár, ornitológiai értelemben mégiscsak a sólyomfélék közé fog tartozni, de tudom, hogy kevesen hiszik el, a sas is a sólyomfélék közé tartozik, és nem a sólyom tartozik a sasfélék közé. Tehát ezek ilyen érdekes viszonyítási pontok lehetnek majd. A másik megnevezés, és ezzel majd találkozunk, Attila király nemzetsége. Tehát most gondoljuk végig, hogy van egy uralkodó család, egy uralkodó nemzetség, hatalmas nagy hagyománnyal múlttal rendelkezik, megvan a nevük is, és például az, hogy turul nemzetség, de genere turul, ez ráadásul az Árpádházi, én is így fogom egyébként nevezni leggyakrabban, hogy Árpádházi királyok, meg Árpádház, mert így szoktuk meg, de mindig tudni kell, hogy ez egy olyan fajta tisztelgés, amit magunkban állandóan pontosítunk, hogy Attila király nemzetsége. Attila király nemzetségéből származó szent királyok nemzetsége. Na minden esetre tehát, negyedik Béla unokája, ötödik István fia, Kun László krónikájában, tehát Kézai Simon udvari papja révén szerepel így leírva, hogy degenere turul. Tehát ezt a nemzetséget turul nemzetségnek, a turul egyébként, hát ha tudjuk, hogy az R és az L hang az váltó hang, akkor van egy T hangom, van egy LRJ más hallhangzó kategóriába tartozó L és R hangom, és abban a pillanatban, ami a turulba L, vagyis R, áttesszük L hangba, már is Attila névváltozatánál vagyunk. Tehát nyelvi úton is érdemes néha megvizsgálni azt, hogy egy névnek milyen aurája van, mit jelent, vagy éppen honnan származik. És magyar krónikák, és jön a következő, még a felvezetéshez tartozó, úgymond kérdéseket tisztázunk, elvi kérdéseket, és az, hogy mondjuk egy történész, egy akadémikus ezeket a mondatokat mennyire tartja dilettánsnak, annyira, hogy én tartom dilettánsnak időnként azt, amit ők mondanak. Tehát égvilágon semmit nem számít az, hogy elhatárolódik valaki, nem ért egyet valaki. Mi a magyar hagyomány mentén, magyar krónikás hagyomány mentén és külföldi források mentén fogunk tájékozódni. Az, hogy az adatokat hogyan értelmezzük, ebben lehetnek eltérések, de a tényeket próbáljuk meg tényekként kezelni, és az, hogy ki milyen hipotetikus elméletet fűz mondjuk egy tényadathoz, az már nem azt mondom, hogy magánügye, de azért mégis úgy szépen ki tud alakulni egy körkép. Dümmer Dezső nagyon szépen a maga idejében, Álmos az áldozat című könyvében, Árpádházi királyok nyomában című könyvében, ezek az 1980-as években jelentek meg, nagyon szépen, de finom eleganciával utal arra, és ő azért történész volt, hogy azért álljon meg a menet, mert olyan a világtörténelemben nincsen, hogy egy népet saját maga szkítának, hunnak, magyarnak nevez, ugyanezt a népet évezredes nagyságrendben ellenfelei, ellenségei, barátai csak úgy hunnak, szkítának tartanak, hogy az ne lenne igaz. Tehát a világ történelemben ekkora tévedés még nem fordult elő. Persze, ha magyarok vagyunk, akkor nyugodtan elmagyarázzák nekünk, hogy tévedni emberi dolog, egy illúzióval megint kevesebb. Hát mi nem azok vagyunk, akik magunkat megismertük, és nem azok vagyunk, aminek tartottak bennünket. Ez úgy tudálékos kitalálás, ezzel nem kell egyet érteni, mert a tudomány azóta kétségtelenül bebizonyította. Hát aki már nyugdíjas korban van, az pontosan tudja, hogy minden egyes ilyen mondat, ami úgy végződött annak idején, hogy a tudomány kétségtelenül bebizonyította, ezeknek a mondatoknak a szavatossági ideje már kétségtelenül rég lejárt. És ez egy fizikai világképre, egy csillagászati univerzumra ugyanúgy vonatkozik, mint akár a biológia, sőt még a matematika is valamennyire ide tartozik. Tehát azért nem már tudni, hogy lassabban, ahogy mondani szokták ezekkel az öntelt kijelentésekkel, mert más a tananyag, más az, amit hivatalos keretek között el akarnak nemzedékekkel fogadtatni, és úgy tűnik, hogy teljesen más az igazság. Népmesékben az igazság mindig győz, hát reményeink szerint az igazság majd előbb-utóbb újra győzni fog. Tehát olyan, hogy egy nagyhatalmi státuszban lévő nép,
amelyik Európa kellős közepén Árpád vezér és mondjuk Géza fejedelem között nagyhatalmi státuszban van, egész Európát katonai úton ellenőrzése alatt tartja, bizánci császárság adófizetője, hogy ez a nép ne tudná, hogy őt hogy hívják, meg honnan származik. Ez egészen egyszerűen, ez már az abnormalitásnak olyan szintje, ami gyakorlatilag elvezet, most hirtelen egy bakugrással megyünk előre. Ne csodálkozzunk, hogy a világ eljutott oda, hogy a férfi nem tudja, hogy mit jelent férfinak lenni, a nő pedig nem tudja, hogy mit jelent nőnek lenni. Mert az élet minden szintjét népektől, nemzedektől, nemzetségeken át, családokig, egy személyre lebontva, férfinő jelenségvilágig, hát ami nagyon is valóságos, hát mindent megkérdőjeleznek és meghazudtolnak. És egy népnek van valódi történelme, és azt hamisan állítják be, még tulajdonképpen ki is húzhatjuk magunkat, mert olyan történelmünk van, amit hát éjjel-nappal állandóan manipulálnak, hamisítgatnak, kivonnak belőle igazságtartalmakat, más történelmi dolgokat, aminek semmi valósága nincsen, tehát még egy tömör definíció, oly korban élünk a Földön, hogy az igazságot hamisságnak, hamisságot igazságnak próbálják állandóan feltüntetni. Nos, ez nem azt jelenti, hogy itt van az igazság, de becsüljük meg őseinket, mondjuk egy második Rákóczi Ferencet, annyira, hogy tudja, hogy ő szkíta származású. Ő ugyanis elmondja, hangsúlyozza. Vagy egy Széchenyi István, aki amennyire a legnagyobb magyarnak számított, Kossuth Lajos révén, aztán lehet vitába szállni, de nem érdemes, mert minden ilyen megfogalmazásnak azért valami alapja van, de ez nem azt jelenti, hogy mellette még nem voltak legnagyobb magyarok, de az egyik legnagyobb magyar volt abban a korban, és ez vitathatatlan. Végig húnokról beszél. Mi húnok? Tehát gondoljuk végig. Hát azért inkább azt mondja az ember, akinek még van valami identitás tudata, és egészséges a lelke, a teste, a szellemi világa, van egy tájékozódó képessége, megörökölte azt, amit hirdet, tehát már az őseitől, az őseinek őseitől, miért kellene meghazudtolnunk? Miért kellene megkérdőjeleznünk? Tehát minden esetre, ez már többször elhangzott, krónikáink honfoglalás címszó alatt magyar történelmi múltat a Kárpát-medencében nem számol, nem tart számon. Tehát itt most két illúzióval számolunk le, egy nyelvi, fogalmi meghatározást kell egy kicsit kispadra ültetnünk, az egyik a széltében hosszában elterjedt honfoglalás megnevezés, legfeljebb úgy lehetne, úgy lenne korrekt, becsületes, tisztességes, és a helyzetnek megfelelő a megfogalmazás, ha azt mondjuk, hogy hon visszafoglalás. Ugyanis maguk a magyar krónikák élén a képes krónika 1358-ban íródik és festődnek a miniatúrái, nagyon pontosan elválasztják egymástól azt, hogy mit jelent hont foglalni, és mit jelent hont visszafoglalni. És itt egy nagyon érdekes módon a ótestamentumi szövegeket időnként betoldó szövegkörnyezetbe, krónikás szövegkörnyezetbe betoldó krónikás. Ezt csak azért jelzem, hogy érzékeljük, hogy nehogy véletlenül abból induljunk ki, amiből ma mondjuk egy átlag értelmiségi kiindulna. A tények, tények. És nagyon szépen elmondja Árpád vezér korát a második bejövetel idejét tárgyalva a képes krónika, hogy az úr visszaadta a magyaroknak Pannóniát. Nem úgy, ahogy annak idején a zsidó népnek odaadta Kánaánt. Tehát most rövid tömörséggel az egyik az egy honfoglalás volt, a másik pedig egy hon visszafoglalás volt. És csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy mindig lehet tulajdonképpen apró szavakkal zsonglőrködni, de a magyar hagyomány nem is nagyon, tehát hogy mondjam, nem is nagyon ismerte ezt a megfogalmazást, hanem jogos örökségről beszél minden történelmi forrás, ráadásul a külföldi források is. Van egy olyan krónika, évkönyvszerű krónika, ez a zágrábi krónika, hát nyilván tulajdonképpen a magyar királysághoz tartozik, de a klerikusról ki lehet mutatni, hogy egész biztos, hogy nem volt magyar származású. Ennek nagyon sok tanújelét adja.
Nagyon egyszerűen, amikor elérkezik oda, hogy honfoglalás, most én is így fogalmazok, akkor örökség jogán. Na most ez az örökség, ez egyetlen egy korból származhat, a magyarok első bejövetelének idejéből. És akkor itt pontosítjuk a definíciót. Például a magyar király számára írt képes krónika két bejövetelről beszél, két visszajövetelről. Tehát bejönnek a magyarok, visszajönnek a magyarok. És azért csak kettőről, mert szó van a krónikákban egy Jézus születése előtti őstörténeti időszakról, sőt, meg lehet kockáztatni, hogy bújtatott, rejtett módon, rangrejtve, de egy olyan történelmi szemlélet jelenik meg, ami Mezopotámiában őshonosnak számított. Tehát a mezopotámiai műveltségen belül számon tartanak két olyan nagy időszakot, amely két nagy korszakot az özönvíz választ el egymástól. Tehát ez mit jelent? Özönvíz előtt uralkodó királyok, özönvíz után uralkodó királyok, és hát tudni való, hogy itt a sumér királylisták világában van egy olyan uralkodó, akinek a neve Alulim, hát ez az álomnak egy hangalaki változata is lehet, mert azért gondolom tudjuk azt, hogy magánhangzókat hogyan hangzósítottak mással hangzóra, az egy ilyen tudálékos tudós, néha eltalálja a tudós, az orientalista, asszirológus, mert sumerológia az önálló módon általában nem is létezik külföldi egyetemeken, hanem mindezt asszirológia címszó alatt tárgyalják, tehát mással hangzókat tüntettek fel. Na most, és megemlítik, hogy mondjuk 18 ezer évig uralkodott, most mondok valamit. Nyilván nem ő egy személyben, vagy egyáltalán hogy kell értelmezni ezeket a nagyon hosszú álomkorra emlékeztető, álomidőre emlékeztető hosszú korszakokat. Én egyelőre erre nem akarok választ adni, de minden nép hagyományában, az Ótestamentumban is felbukkan. Régen nem rövidebb ideig éltek az emberek, hanem én azt mondom, hogy matuzsálemi kor, akkor nem azt mondjuk, hogy tegnap előtt született és ma már meghalt, hanem matuzsálemi kor, az matuzsálemi kor, az sok évszázadot jelent. És az, hogy ezt hogyan kell értelmezni, én itt most nem akarok ilyen ingoványos talajon elindulni, értelmezze mindenki úgy, ahogy akarja. Na minden esetre tehát van egy ilyen a krónikáinkban is szemlélet, hogy özönvíz előtt, özönvíz után, és utána már az özönvíz utáni korszaknak az első királya, mindenki tudja, Nimród. És a nagy kérdés az, hogy ki volt Nimród. Minden krónika elmondja, még az is, amelyik külföldi hatásra, vagy valamilyen meggondolásra, családfa levezetésből, ős visszavezetésből, meggondolkodtató hatásra és a bibliai nemzetség tábláknak az összehangolásából kiindulva történetesen ezt elvitatja. A végén, ilyen például a képes krónika, van egy bevezető, ahol a tudós klerikus vitába száll mindenbe, a mai modernkor történészét idézi fel, neki is van egy véleménye, de a tényekkel a vélemények kinyilvánítása után már nem vitatkozhat, és ahol Árpád vezér családfáját közli a második bejövetel idején, ott Árpád családfája egyenesen Jafet, Tana, Nimród útvonalon Nimródra vezetődik vissza, és tulajdonképpen, hát gondolom tudjuk, ez már eltér az Ótestamentumi, tehát a Genezis, a teremtés első, tehát teremtés könyvének nép, nemzet családfájától, mert ott Sém, Kám, Jafet hármasságot, Noé fiait, hogyha figyelembe vesszük, akkor Kám ágán fogja és Kus vonalán nyomon követni Nimródnak a nemzetség tábláját. Nálunk nagyon makacs hagyomány Kézai Simonnál is, a képes krónikában is, és gondolom tudjuk, ilyen, hogy Jafetnak mondjuk, tehát a Mózes első könyvében, a teremtés könyvében lett volna egy Tana nevű leszármazottja, nem is szerepel. És 1358 már nagyon a kereszténységnek az a kora, bizonyos, ma úgy mondanám értelmiségi körökben nálunk is, ahol az írásokat árgus szemekkel követik és figyelembe veszik, és egyszerűen ne haragudjatok, mi ezt máshogy tudjuk.
Tehát Jafet fia Tana, és Tana fia lesz Nimród. És Nimródnak van két fia, Hunor és Magyar, és minden magyar krónika vagy geszta még Nimródot időnként Magók királlyal helyettesítik be, de hát gondolom tudjuk, ott is meg lehet találni ennek a módját, mert biblikus alapon, tehát az a Genezis teremtéskönyve Mózes első könyvénél, ott érdekes módon Jafet ágából származik majd az a hét ős, aki közül az egyik Magók. És akkor lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen itt megy a diszkurzus. Hogy most, ha Jafet ágából származtatom, akkor bibliai alapon nekem Magókhoz kell eljutni. Ha egy egyelőre ismeretlen, de úgy tűnik, hogy nagyon hazai hagyomány alapján tájékozódunk, akkor Nimród is Jafet ágáról fog származni történetesen. De hát ezt hangsúlyozom, most nem fogunk itt elmerülni ilyen kérdésekbe, csak azt szeretném jelezni, hogy Nimród beláthatatlan mélységű ős időkben élt, már az ókori történeti írás úgy beszél róla, most saját szavaimmal mondom, hogy nem tudjuk, hát gondoljuk végig. Tehát özönvíz után vagyunk, és Noé dédunokája Nimród. Ha nekem meg tudja mondani valaki, hogy az özönvíz, ez a hatalmas nagy globális természeti katasztrófa, mert valami kétségtelenül történt, mikor volt, akkor valószínűleg részt vett azokban az eseményekben. Nagyon régen történt. Tehát egészen biztos, hogy nem 12 ezer évvel ezelőtt. De semmit nem lehet kizárni. Egy biztos, a világ első királya Nimród volt. És általában krónikáink, mondai hagyomány, családfái, nemzetségfái rendre az Árpád-házat, Attila király nemzetségét, hát Hunor magyar révén, akik Nimród fiai voltak, de mi az érdekes dolog, azhoz egy a Tarihi Üngürüszben is így szerepel, és krónikákban, hogy nem csak az uralkodó családot tekintették Nimród leszármazottjának, hanem magát a népet is. Gondolom tudjuk, mondok megint egy illusztris példát, Eszterházy Miklós Magyarország nádora, az ő fia volt Eszterházy Pál, aki megint csak nádor volt, ők tényleg jó és mély, pozitív nyomot hagytak a magyar történelemben, pedig általában őt Habsburgosoknak szokták számon tartani, ilyenkor az ember mindig térdre esik, és azt mondja, hogy a mai Habsburgosok bár olyanok lennének, mint amilyen ők voltak. Tehát ők elsősorban a Szent Korona törvényeiből eredő jogszabályoknak tettek eleget, akit a Szent Koronával megkoronáznak, a számára király lesz. Emlékezzünk Katona József bánkbányára, ott egy nagy monológra, most nem nevezek meg népneveket, ahol elmondják Katona József korában. Tehát elmondja, hogy bárki, tehát legyen ilyen, legyen olyan, Szent Korona érintette a fejét, számomra szent a királyom. Na most ez egy külön misztérium, ez már a Szent Korona misztériumához tartozik, ez nem, ezzel lehet élni, de úgy is lehet visszaélni, hogy hát mivel akkor engem mondja egy alkalmatlan uralkodó, így tisztelnek, akkor bármilyen rossz tettet, gaztettet végre lehet hajtani. Nem ilyen egyszerű, mert az aranybulla záradékának alapvető szabályában mi szerepel? Ha a király, koronás király megsérti a törvényeket, a Szent Korona jogait, akkor a nemességnek most megint tömör mondat, tehát lehet vele vitatkozni, de ez a lényege, nem egyszerűen lehetősége, hanem kötelessége, ha kell királyával szemben védelmezni a Szent Korona jogait. Erre egy nagyon szép példa, amit Kocsis István Szent Korona Tana című munkájában, idéz és előadásaiban is mindig szóvá teszi, ahol Zsigmond azt a magyar nemest jutalmazza meg, aki ellene felkelt fegyverrel és királyával szemben védelmezte a magyar Szent Korona jogait. Na most egy mai átlag politikai helyzetbe próbáljuk ezeket a, hogy úgy mondjam, viszonyulásokat elhelyezni. Tehát Jézus születése előtt időszámítási dátumokat nem találunk magyar krónikákban. Miért? Mert mindent Jézus születésétől kelteznek. És Jézus születésével induló világhónap, világkorszak
ezt mundán asztrológiai hagyomány, de csillagászati hagyomány is halak világhónapnak tekinti. Miért? Mert a precesszió jelenségének következtében 2160 évig ennek a csillagképnek az előterében látjuk tavaszont, a tavaszi napi egyenlőség idején felkelni a napot, tehát nem asztrológiai, hanem asztronómiai tényről van szó. Aztán, hogy ehhez milyen magyarázatokat fűznek különböző hagyományok, az megint külön kérdés. De egy biztos, népeknek a történelmét, népeknek a életét, hát nem kis éves keretben szokták tárgyalni, 365-66 napos esztendőkörös keretben, hanem a nagy precessziós világév időkeretén, a nagy napév keretén belül, ahol egy nagy napév, újra mondom, nem 365-66 napig tart, hanem kerekítve 26 ezer évig, és egy világhónap 2160 esztendőt fog nyomni a latba. És 2023-at írunk jelenlegi időszámítás szerint, tehát egy korszaknak a végén vagyunk. Ha kicsit apokaliptikus hangulata van az embernek, akkor egy világ végén is vagyunk. Szóval valaminek nagyon a végén vagyunk, és itt most nagyon észnél kellene lenni, mert akkor is a végén járunk valaminek, és az a legfájdalmasabb, hogy egy 2160 éves nagy világkorszaknak a végén. Tehát akkor is van változás, ha nagyon tudjuk, nagyon odafigyelünk, nagyon szeretnénk jó irányba alakítani a dolgokat, akkor is drámai lehet a változás, és nem beszélve akkor, ha oda se figyelünk, az halálnak kitett veszélyeket fog magával hordozni. És ezért van az, hogy csak innen adnak meg dátumokat. Tehát Jézus születésével induló időszámítási rendszer szerint a magyarok, és ez a primus ingressus hungarorum in Pannoniam, tehát nincs tévedés, a magyarok első bejövetele Pannoniába. Pannonia nem csak a római birodalom által meghódított területeket, a Dunántúlt és a déli része itt jelenti a Kárpát-medencének, hanem az egész Kárpát-medencére nyugodt lélekkel ki lehet terjeszteni. Miért? Mert Pannonia nevét se a római birodalom korából nem lehet levezetni, se valami hellenisztikus örökségként, pedig mindig úgy próbálják magyarázni, hogy ez vagy a pánisz kenyérszóból származik, és mivel Pannonia bőven adja az élethez szükséges minden lehetőséget, hát innen kapta a nevét, ami nagyon szép, és hangsúlyozom, nagyon magvas megnevezés, vagy ha görög nyelvből, akkor ez a pán, elsősorban ez a mindenséget jelenti, másodszorban pedig pán az a természet istenség a mindenségben. Tehát gondoljuk végig, tehát mindig jó megnevezéseket fogunk Pannonia nevére találni, csak kérdés, hogy Pannonia neve honnan ered. És van egy magyar hagyomány, amelyik elmondja, 17.-18. századi jezsuita költi, virágzó jezsuita költészetnek az idején, hogy Pannonia egy szkíta királynak volt a neve. Na most ez mit jelent? Hát könnyen lehet, hogy ennek a szkíta királynak a nevét viseli az a név, hogy Pannonia, és ezért van az, hogy bennünket gyakorlatilag még második Rákóczi Ferenc idején is igen gyakran a külföldi közvélemény pannonoknak nevez. Na most kevesen tudják, azt újra jelzem, hogy a Pannonia megnevezés az miért lényeges. Mert egy zseniális, hogy úgy mondjam, jogelméleti kérdés húzódik meg a háttérben. Tehát kinek mire van jogosultsága? És a Pannonia megnevezés az nem Jézus születése utáni időkre jogérvényes csak, hanem előtte való időkre is. Na most ezért van az, hogy a magyar királyok, de szinte mindegyik viselte ezt a titulust, oklevelekben, külföldről megszólító levelekben, akár római pápa, akár bizánci császár, hogy a pannonok királya. Na most ennek jogfolytonosságra utaló jelentése van, ami, most kapaszkodjunk meg, nem Attilával kezdődött, és nem Árpáddal, hanem sokkal régebbi korokra megy vissza. Hiszen Jézus születése után 373-ban a magyarok visszajönnek. És ez az első visszajövetel, tehát primus ingressus hungarorum in Pannoniam,
a magyarok első visszajövetele Pannoniába, tehát primus ingressus, Béla, Keve, Kadosa kapitányok vezérletével, és ennek az a legmagasabb pontja, szintje, ez 373-ban történik, hogy Attila magyar király lesz. Aztán Attila halála után megszűnik egy hatás, ezzel majd részletesen meg fogunk ismerkedni, hogy milyen típusú hatás szűnik meg, és akkor a krónikák, de mindegyik, hát egy-két név cserél mindössze helyet, pont az a név, két név, amelyik álmos születésére vezet rá, tehát krónika, képes krónika az előd nevét adja meg, Anonymus Gesta Hungarorum pedig ügyek nevét adja meg. Tehát mindössze ennyi az eltérés. Na most mi ennek a lényege? Az, hogy sokan felfigyeltek, de kevesen tárgyalják. Hogy hogy jöhettek be a magyarok, úgymond, 895-96 tájékán, hogyha 453 tájékán, amikor Attila földi lét forgatagából kiválik, akkor a folytatás úgy történik, hogy elmondják, hogy az ő fia volt Csaba. Csaba fia volt Ed, Ednek a fia volt Előd, Elődnek a fia volt Ügyek, Ügyeknek a fia Álmos. Tehát ez például Pap Gábor mindig hangsúlyozza, amikor ezeket a kérdéseket tárgyalja, ez öt nemzedék. Na most kérdés az, hogy öt nemzedéknek szoktak-e évszázadnyi időt adni? Hát nyilvánvaló nem. Hát gondoljunk a nemzedékváltások rendjére egy nemzet életében. Tehát legfeljebb 30 esztendővel lehet számolni. És a magyarok már visszajönnek másodszor Pannoniába. És innentől kezdve válik kérdésessé, hogy tulajdonképpen miért kell ezt a 895-96-ot úgy súlykolni. Én emlékszem iskolás korunkra, hogyha álmunkból felébresztettek, ha semmit soha nem tudtunk, ezt a dátumot tudtuk. Tehát nem úgy tudtuk, hogy 895, hanem úgy, hogy 896. Tehát ez mit jelent? Még ezen a fiktív dátumon belül is gyakorlatilag a legvalószerűtlenebbet jegyeztük meg és tanultuk meg. És akkor most nézzük az ide vonatkozó megállapításokat, mert ez a úgynevezett magyarok második bejövetele. És mindig hangsúlyos, kik voltak a visszatérők kapitányai. Nézzük meg, hogy kik a visszatérők. Tehát miről van szó? Nem honfoglalásról, hanem legfeljebb, ahogy pontosítva megemlíthetjük, hon visszafoglalásról és egy hatalmas nagy visszatérésről. És ez a visszatérés egy örökség jegyében, jelében történik, tehát nem mint hódítók jönnek, hanem megint mi az érdekes, kortárs világot, ha figyelembe vesszük, ellenfelek, ellenségek, barátok, mi magunk is úgy valljuk, a jogos örökség visszavétele történik meg. Mi ez a jogos örökség? Ki volt a magyarok első királya? Hát nem Szent István, hanem Attila. És tulajdonképpen ez ténylegesen egy állami királyság intézményrendszerén belül, azon belül, fejedelemségen belül, Kárpát-medencei, hogy úgy mondjam, jogfolytonosság visszaállítása történik meg. És akkor nézzük nagyon gyorsan a dátumot, tehát a képes krónika azt mondja, hogy ez 677-ben történt. És bár képeket nem vetítünk, bárki a képes krónikának utána nézhet, tehát antikváriumokban hozzáférhetők a reprint kiadások, interneten bármit le lehet tölteni, meg lehet nézni. Tehát ha valaki mondjuk átlapozza a képes krónikát, akkor azt tapasztalja, hogy a legnagyobb méretű kép az egész képes krónikában, és ne felejtsük el, mégiscsak egy olyan király számára íródott és festődött. Most érdemes ilyenkor úgy tudatosítani a dolgokat, aki a korának legműveltebb uralkodói közé, hanem a legműveltebb uralkodója volt. Klasszikus
költői a megfogalmazás, három tenger mosta az ország határait, én ezzel nem akarok foglalkozni. Tehát, hogy érthető, nem a kispadon ülő cserejátékosról van szó, hanem egy európai nagyhatalomnak az uralkodójáról. És azért tiszteljük meg egy Nagy Lajos magyar királyt azzal, hogy pontosan tudja, hogy kik voltak a felmenői. Ő anyai ágon a saját családfáját, mert leányági uralkodókról van szó 1301-től, tehát nem vegyesházi, hanem legfeljebb, ha azt mondjuk, hogy leányági, akkor tudni kell, hogy a Turul nemzetség, Attila király nemzetség leányágon megy tovább, mert a férfi ág 1301. január 14-én harmadik András személyében az utolsó aranyágacska letörött, ahogy a kortársak elmondják. Tehát nem Anzsú volt, Zsigmond nem luxemburgi volt, külföldnek lehet, magyar népnek nem. Na most egy Nagy Lajos magyar király, aki tényleg rendkívül művelt volt, ezt a kortársak megemlítik. A csillagászat tudománya élete végéig szívügye volt. Hát mind fent, úgy lent. Mind fent, úgy bent. Tehát egy királynak először fent kell tájékozódni, hogy itt lent bizonyos dolgokat meg tudjon oldani. Most nézzük meg a jelenkori globális világnak a vezetőit. Hányszor próbálnak fent körülnézni? Legfeljebb műholdakat és Obi-Wan Kenobit fogják látni, és Darth Vaderrel akarnak társalogni. Tehát lehet érzékeny, hogy ez teljesen zsákutcába jutott az emberiség sajnos. Remény az van. Mindig az utolsó harcosok között éri utol a végzet, a remény megtestesítőit, de reménykedjünk, hogy mindig megmarad az a remény, ami aztán további élet továbbjutását lehetővé teszi. Tehát 677-ben jönnek vissza a magyarok másodszor. És kik voltak a visszatérő kapitányai? Miért jöttek vissza? És itt jön egy döbbenetes tétel. És ez az, amivel a mai hivatalos történelemtudomány, mert végül is gondoljuk végig, hogyha egy egyszerű filmet, vagy egy labdarúgó mérkőzést, 10 000 ember, ha nézi, 10 000 féleképpen látja, akkor miért akarnak hivatalosan abszolutizálni bizonyos dolgokat, amelyeket úgy kellene mondani, hogy hát ez is egy nézőpont. Nézőpontok tényleg vannak. És az a kérdés, hogy honnan nézzük. Na most, ha valamit egy oszlop mögül nézünk, de úgy, hogy ráadásul amit nézni szeretnénk, annak hátat is fordítunk, akkor nagy valószínűség szerint nem fogjuk látni, hogy mit akarunk nézni. Hanem csak egy nagy okoskodás veszi kezdetét. Tehát végeredményben ezek a, hogy mondjam, kis elvitt szempontokat felmutató mondatok azért remélem nem tűnnek hiába valónak, mert nem az a kérdés, hogy bizonyos adatokat nem ismer mondjuk a történelemtudomány, vagy egy történész, aki magát nagyon nagyra tartja, hanem az, hogy ő is egy ember. És ez azt jelenti, hogy minden embernek van egy szemlélete. És ha valaki ateista, materialista, ha valaki bohókás és szórakozott, akkor tetszik, nem tetszik, saját szubjektivitását, saját személyiségének bizonyos tulajdonságait, hogy ő személy szerint az adatok rengetegében hogy tud tájékozódni. És ezt miért nem lehetne elismerni? Miért kell mindent úgy kijelenteni, hogy a tudomány kétségtelen bebizonyította? Kétségtelen semmit nem bizonyított be. Attól függetlenül tényleg biztos vannak olyan dolgok, amiket bebizonyított, de a régi történelem szemlélet az mitikus alapozottságú volt. És ha mi megnézzük a magyar krónikákat, hogy mi hozza Szkítiából vissza, az ázsiai Szkítiából, az európai Szkítiába, Pannóniába a hét magyart, a hét vezért nem fogjuk elhinni. De tényleg nem fogjuk elhinni. Tehát mi az, amit leír? És ez nagyon szépen jelzi, hogy egy uralkodót, ha tájékoztatnak saját család eredet történetéről, vagy népének történetéről, akkor azt nem lehet úgy tájékoztatni, hogy ma elképzelik úgy át. Tehát írjunk neki valamit, úgyse néz utána, úgyse jár utána. És miért nem lehet? Mert mindenki ugyanazt a múltat hasonlóféleképpen tudja. És nem vég nélkül pontosítani akarják, hanem hagyják lélegezni azt a múltat.
Tehát nem arról van szó, hogy a bolha lábán lévő szőrszálat hogyan lehet még ketté vágni, és még 32 felé vágni, mondjuk az adatolás szempontjából, hogy hogyan lehet a létet, az életet egy nép életében a legfontosabb csomópontokat, amelyek sorsmeghatározók, olyan módon, hogy a király is és a kunyhóban, paraszkunyhóban a paraszt is megértse, miért? Mert ez a közös múltunk. És aztán ki hogy fog belőle gazdálkodni. Tehát meglepő módon egy álom játssza a főszerepet. Na most gondolom tudjuk, ez kinek az álma. Hát Emese álma. Arra gondolunk, hogy ez képtelenség. A krónikák szerint nem képtelenség. És itt van a nagy probléma, hogy az emberségünknek, tehát az, hogy embernek lenni történetesen mit jelent, egy észjárás, vagy egy mentalitás, vagy egy gondolkodásmód, vagy egy önmegélés világában, most tudományos megközelítéssel élve, a mai ember tulajdonképpen a jobboldali agyféltekéjét már szinte semmire, semmilyen körülmény közepette nem használja. Miért? Mert úgy van a digitális diktatúrából lecsapódó civilizáció körénk szervezve, hogy állandóan csak a baloldali agyféltekénket vagyunk kénytelenek használni. Na most ez már önmagában egy féloldalas teljesítményt fog jelenteni az élet minden területén. Gondolom, ezt nem kell magyarázni. Tehát okoskodás, racionális kiszámítás, beszámítás, tehát mindez a baloldali agyféltek és gondolkodáshoz tartozik, de a teremtő, ihletett jellegű, ösztönös, ugyanakkor pedig egy magasabb rendű, és a kettőnek egymást kiegészítve kell működnie. De hogyha az egyiket nem használják és elsorvad, agykutatók elmondták, vagy fél évszázaddal korábban, új állattípus alakult ki a Földön, a baloldali agyféltekés ember. Na most ezt képtelenségnek tartjuk, de csak azért akarom jelezni, hogy érzékeljük azt, hogy mennyire máshogy közelítettek bizonyos korokban. Ők is mindent tudtak, a maguk szintjén ők is el tudtak tájékozódni. Miért? Mert úgy őrizték meg a földi életet, hogy mióta ilyen okosnak hisszük magunkat, az egész földnevezettű bolygó apokaliptikus veszélyekbe került. Tehát le lehet a légieket nézni, de évtizedeken, százezredeken keresztül az életet meg tudták tartani. Na most ki tudott többet? Az életről, a világról, az emberről. Na, tehát visszakanyarodva, és ez nem azt jelenti, hogy múltba révedünk, csak ne felejtsük el, hogy az életünket is napról napra úgy éljük, hogy van egy ébrenléti időszakunk, és van egy álomvilágban eltöltött időszakunk. És meglepő módon a mai ember, most bármelyikünk, hogyha mondjuk ezt kellene meggyónni, ugyanígy mondaná, az álomvilág nem azt mondom, hogy szükséges rossznak tekintjük, de tulajdonképpen egy ilyen biológiai igényt érzünk benne, ha nem alusszuk ki magunkat, akkor fáradtak vagyunk, nyűgösek, kezelhetetlenek, sőt, hosszú alvatlanságba, mentális zavarok, fizikai problémák, egészségügyi bántalmak is keletkezhetnek. Tehát az, hogy van nappal és van éjszaka, abban a pillanatban az emberségünk már egy kozmikus egységben jelenik meg. Miért? Mert van föld és ég, van nap és hold, és hogy keleten mondják például a hindu hagyomány, a teremtőnek, Brahmának van nappala és van éjszakája. És amikor ő alszik, akkor álmodja a világot. Egyébként ez egy gyönyörű, szép költői elgondolás, filozófikus. És amikor felébred, akkor van vége a világnak. Az ember pont fordítva gondolná, hogy ezt hogy is kell szemlélni. Tehát mindannyian a teremtő álmában vagyunk benne. Aztán, hogy hagyományok, vallások ezt hogy cifrázzák, hogy ragozzák, ez már gyakorlatilag nézőpont kérdése. Na itt kezd az álomvilág egy kicsit megmozdulni. És még valahogy, mit meg kell említeni. Általában a legtöbb erőt egy napon belül, mondjuk a következő naphoz, hogy állva tudjunk maradni és frissek tudjunk lenni, hát honnan merítjük az erőt? Az álomvilágból. Tehát ez mit jelent? Végeredményben a mindennapi élethez szükséges erők
túlnyomó többsége, rejtett többsége, rejtett minőségű, mert nem tudjuk, hogy miben rejlik ennek a csodálatos erőnek a természete, az tulajdonképpen nem az ébrenlétben tapasztaljuk meg, hanem az álmunkban, álomvilágban gyűjtjük össze az ébrenléthez szükséges erőket. És innentől kezdve már kicsit érdekesebbé válik a dolog, főleg, hogyha valaki mondjuk a kereszténység világán belül tájékozódik, akkor mit tapasztal? Akár az Ótestamentumot veszi alapul, akár az Új Testamentumot, akár mind a kettőt, most ez egyelőre megint, ebből a szempontból most nem ez lesz a lényeges. Hát legtöbbször akár egy pátriárka, akár József, a nevelőapa, vagy Mária, milyen állapotában kapja helyzetében a jó Istentől a figyelmeztetést, a biztatást és az intést. Mindig álomban történik. Tehát álomban valahogy, én nem tudom, hogy, de úgy tekintették, hogy minden embernek legközvetlenebb kapcsolata a Teremtővel való kapcsolatfelvétel útján, hát az álom az egy spontán, ösztönös módon, lehetőségként mindig, minden napot van. És én még olyan emberrel nem találkoztam, de biztos van, akinek nyugdíjas korára mondjuk egy-két életálma ne gyűlt volna össze, hogy még amikor a koporsójának a fedlapját felülről rászegezik, még akkor is emlékezni fog arra az álomra. Tehát álomban valami történik velünk. Na most Gilgames, agyaktáblák üzenete, mezopotámiai eposz, 19. században fedezték fel, és akkor érdekes módon Gilgamest a orientalisztika Nimroddal azonosította, és a sumer nyelvet szkíta nyelvként tartották számon. Ez csak egy érdekes közbeszóró megjegyzés volt. Minden esetre a Gilgames eposzban állandóan visszatér az a refrén. Gilgamesnek van egy testvér barátja, aki Tenkidúnak hívnak, és ha valamit nem tudnak megoldani az ébrenlét világában, egyik hogy biztatja a másik az egyiket, jöjjön az álom, szóljon az Isten. Tehát jöjjön az álom, szóljon az Isten. És hogyha ezeket így figyelembe vesszük, akkor tulajdonképpen már nem ördögtől való, vagy túl misztikus és érthetetlen az, hogy egy világtörténelmi jelenség legfontosabb mozgató rugójának, úgymond egy olyan döntés meghozatalának, végeredményben még nem is Csaba királyfi intelmeit fogják tekinteni, mert minden magyar krónika leírja. Egyébként kiírtam, csak most már nem fogom keresgélni, mert akkor mindig baj támad, de szerencsém van, most egyből észrevettem itt a sok cédula rengeteg közepén. Tehát Szkítiába, vagyis ősei honába érkezve, kicsoda, Csaba királyfi. Tehát Attila országa, birodalma itt összeomlik. Ezek az összeomlások is olyanok, hogy nem azért omlik össze, mert ügyetlen volt és nem volt előrelátó, hanem mindig a keleti népeknél, a szkíta ifeszítő népeknél, egészen a türk korszakig elmenve, előtte az avar, előtte a hun, és végig a szkíta magyar korszakot nyomon követve, van egy visszatérő, állandó megfogalmazás, akár Istemi Kagánnak a orkoni feliratait nézzük, vagy Kültegin Kagánét, mindegyik azt tünteti fel, hogy a szétszóródott népeket összegyűjtötte. Na most, aki már járt a pusztákon, az pontosan tudja, hogy ott aztán úgy el lehet tűnni, de akár ilyen kis nép nagyságrendben is nép úgy el tud tűnni, mert végtelen határtalan területekről van szó, és időnként mindig jön egy küldetéses ember, akit szentnek, elhívottnak, szakrális uralkodónak tartanak, aki a szétszóródott népeket összegyűjti. De nem azért, hogy világbirodalmat alkossanak, hanem abban a pillanatban, ha összegyűltek a népek, eurázsiányi területen már világbirodalmat hozott létre az, aki összegyűjtötte a népeket. Tehát időnként a testvérnépeknek tudni kell egymásról. Időnként
egymást fel kell keresnünk. És hát az azzal jár, hogy át kell a Kaukázuson, vagy át kell a Ural és Kaszpi-tenger térségén, és Eurázsiát és fél világot meghódítja, az egy más kérdés, de soha nem akarják megtartani, hanem a példamutató. Tehát az, ami mostanában így elterjedt, és nem rossz kifejezés egyébként, hogy Attila a huntudatú népeket összegyűjtötte. Minden kornak vannak ilyen nagyon szép megfogalmazásai. A kérdés, hogy mi végre gyűjti össze, mert Dzsingisz Kán is összegyűjtötte, hogy érthető legyen. Általában uralkodók összegyűjtik a népeket. A kérdés az, hogy milyen példát mutat föl, mit tud mutatni, milyen tanulságot, mit tud tanítani. És hát Attila világra szóló tanítási rendjében, amit feltételezhetünk, hogy létezett, miért? Mert a csendes óceán partjáig nem félelemmel rettegik a nevét, hanem szeretettel állandóan mondják a nevét. És ha történetesen egy magyar eljut Ázsiába, akkor ott mindig úgy köszöntik, hogy ebből a népből vétetett származott a híres nevezetes Attila király. Tehát Attila valamit felmutatott a világ számára, és ha felmutatta, boldogan halt. Nem a birodalmat, hanem minden nép a saját hatásfokán belül be tudott úgy rendezkedni, hogy ameddig csak lehet, néhány száz évig az identitását, függetlenségét példamutatás révén meg tudta tartani. És ha megint eljött egy idő, akkor megint összegyűltek a fiúk, vagy összegyűlt a nagy csapat, és megint, ahogy úgy mondjam, egy ilyen rendezettség keretében mutatkoztak meg. Tehát Attila halála után, halál az idézőjelben, mert a krónikák is azért mindig mindent lebegtetnek, tehát minden esetre a hatása Attilának nem szűnt meg. Tehát maradjunk annyiban, hogyha így közelítünk halála után sem, mert ma is úgy beszélünk róla, mint hogyha tegnap találkoztunk volna vele. Gondoljuk végig, hogy mennyire jelenvaló, vitákat vált ki a személye, vitatkoznak, egyáltalán mindig ott van. Az, hogy torzképet kialakítanak róla, tőlünk nyugatra, azt már megszoktuk. De nagyon is jelenvaló módon van jelen. És Csaba királyfi, aki visszamegy, és itt idézem a képes krónikát, Szkítiába, vagyis ősei honába érkezvén, Korezméniából, ez Korezm, ez az ősi Korezm. Ez Kazakisztán területén van, ez a Szirdarja, Amudarja, Araltó térsége, és az emberiség legősibb civilizációinak az egyike, ezen a tájon ringatózott. Tehát Mohenjo-Daro vagy Harappa az Indus völgyén, hát kisöccse lehet annak a civilizációnak, ami ott bent virágzott. Van egy könyv is, hirtelen a szerző neve nem fog beugrani, de ha valaki beüti ősi Korenz szerzővel, kidobja a történésznek a nevét, és az magyar nyelvre is lelett a 60-as években még fordítva. Az ősi Korenz, Tolstov, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló tolsztojos névre emlékeztet a neve, de lehet, hogy nagyot tévedek, a cím az biztos ősi Korenz. Na most, onnan hozott Csaba királyfi magának feleséget. Hozott feleséget magának nagyapja Bendegúz tanácsára. Most megállnék egy pillanatra, ki ez a Bendegúz. Hát a Csabának a nagyapja, akkor valószínűleg Csaba apjának az apja. Tehát Attila király apja Bendegúz. Általad nyert szép hazád Bendegúznak vére, magyar himnusz. Tehát Bendegúz tanácsára, akit mint mondják, tehát mi a lényeg? 1358-ban íródott krónika, mit mond? Mint mondják. Tehát mint az országban, a kunyhóban, a palotában, a király környezetében, a pásztor hierarchián belül bárki. Tehát ez a nemzetnek a saját múltja. És mit mondják? Na most lesz a lényeg az, hogy mit mondanak. Még szellemi épségben, de nagyon megöregedve látott viszont. Na most ez nagyon lényeges. Miért? Mert Csaba királyfi mind a mai napig elfelejtett megöregedni. Tehát ha valaki el tudja képzelni, Csaba királyfi úgymond, most nem akarok királyokat megnevezni, akik 70 éves korukba királyfik és 80 éves korukba királyok történetesen, de Csaba az örök reménység, az örök ifjúságnak a
letéteményese, és egyfajta halhatatlanság, vagy nem öregedés, tehát a ifjú, hosszú élet világa kötődik a nevéhez. Bendegúz viszont nagyon öreg, de szellemileg friss. És épp, tehát mi történik? A gyerek, most tömörítjük, találkozik az öreggel. Na most a legősibb bölcsességnek minden nép hagyományában mi a feltűnő megmutatkozása? Hát, mint Lao Tse nevében. Lao Tse-ről is vannak olyan festmények, hogy megszületik, és nem fogjuk elhinni, hát minden gyereket mosdatnak születésük után, hát itt egy nagy dézsa, mint egy keresztelő medence lenne, ott ül a dézsa vízben, úgymond a születése után a kis csecsemő, öreg emberként, hosszú fehér hajjal, fehér bajusszal és szakállal. Öreg emberként született és gyerekként halt meg. Na most Jézus ezt hogyan fogalmazza meg maga tanítási rendjében? Ha olyannál nem lesztek, mint egy kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Tehát a nagyon öregnek hatalmas a tapasztalata, élettapasztalata, de már nincs megfelelő vitális ereje, fizikai ereje. A fiatalnak hatalmas nagy az ereje, a lendülete, az elszántsága, a kedve, de kevés még a tapasztalata. Tehát egy igazi bölcsesség hogy fog összeállni? Ha az unokák és a nagyszülőknek a nemzedéke méltóztatik egymásra találni, ha a nagyszülő tényleg tisztes öregségben, életbölcsességgel rendelkezik, akkor a kisunokákat el tudja irányítani az úton, akikben hatalmas erő van, de eszük az elnézést időnként még hát mennyit lát egy gyerek a világból. Most azért gondoljuk végig. Csak annyit lát, hogy cukorka, habcsók, tornacipő, piros pöttyös labda, na nem egészen így van, de a lelke mégsem ez. Tehát a kettőnek egymást ki kell egészíteni. És most figyeljünk oda, hogyha egy nép haza akar találni, magára akar találni, akkor sajnos annak a népnek jelenlegi állapotában figyelembe kell venni, hogy nincs abban a mentális helyzetben, hogy ezeket a világtörténelmi tetteket megtegye. Miért? Mert a legalapvetőbb dolgokkal nem vagyunk sajnos tisztában. Tehát arra gondolunk, hogy valami nagy dologról van szó. Nem. Két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy egy nép életében ez a nemzedékrend egymást kiegészítve a bölcsesség útján megjelenjen. A másik viszont így szól, és ez is lényeges lesz, ez a felesége szülte neki Edemént és Edet. Emlékezzünk vissza a nemzetségtáblára, Attila fia Csaba, Csaba fia Ed, vagy Edömén, ez egy testvérpáros, és amikor visszajönnek a magyarok Szkítiából, érdekes módon az egyik testvér ott marad. Tehát ez mit jelent? Ed és Edömén közül az egyik. Hogy tényleg vannak Attila király nemzetségéből való leszármazottak az ősi ázsiai székekben. Miért? Mert ők azon a vonalon mentek tovább. És hát említettem ezt a Eszterházi kérdést, aztán elvarratlanul maradt. Például nem csak ők, minden magyar nemes a 16.-17. Században kire vezette vissza a családfáját? Hát, ha itt teszem fel a kérdést, nagyon egyszerű, Nimródra. És menjünk el a fraknói Eszterházi kastélyba, várba, határon túl van most, ott látjuk az eszterháziak családfáját, Nimródon, Attilán és Csaba ágán keresztül jutnak el, aztán majd ahhoz az Eszterházi Miklóshoz, akinek szépen így a sors, így a ismeretlenség homályából majd nádori polcra fogja őt juttatni. És miért ilyen magabiztosak ebben? Mert minden krónika elmondja, hogy minden hun vagyis magyar, most érdemes figyelni, egy apától és egy anyától származott pont. Tehát egy nép ezért nép. Csak azért kell jeleznem, mert ha eljutunk, nem most egyébként, hanem Árpád vezér
révén, mert ott a hét fejedelmi személy, hét magyar, hét kapitány ügyét majd szerencsésebben vagy gyorsabban tudjuk már tárgyalni. Emlékezzünk vissza, hogy a vérszerződés még szkítiai őshazában történik. Álmossal az élen. És a hét fejedelmi személy a vérét egy edénybe csorgatja. És ott megjelenik öt olyan pont, amit minden jogtörténész, például a régi nagy mohikánok közül mondjuk egy Zétényi Zsolt, és amikor az új alkotmányi tervezet elkészült, meg kötetben megjelent annak idején, ez az Országházba került bemutatásra, Lezsák Sándor volt az, aki ennek ott, mint az országgyűlés elnöke, otthont adott, aztán ennek a megújít, vagy nem is tudom milyen típusú törvénynek, ami, vagy alkotmánynak, ami pár évvel ezelőtt, azért már jó régen született meg, az alapját képzi a történelem vonalán, a vérszerződést minden ilyen jogtörténeti munkákban a legősibb alkotmányos, hogy úgy mondjam, törvénykezés fundamentumának állítják be, mert tömören és velősen tulajdonképpen egy jogrendet fektetnek le. És hát most egy kicsit úgy eltértünk itt most az eredeti kerékvágástól, csak ezzel azt akartam jelezni, hogy lesz még mit megtárgyalni ezen az úton, csak mégis, hogyha visszatérünk ilyen kérdésekben, hogy akkor azért kötöttek-e vérszerződést, mert hét különböző nép, hét különböző nyelvezetű fiai voltak, most erre mit lehet mondani? Van egy nagyon súlyos probléma, és ezt általában nem szokták tudni. A honvissza foglaláskori temetők, tehát régészeti leletanyag egy nép üzenetét hordozza. Világos? Nincs olyan, hogy tegnap találkoztunk mondjuk a Don mentén, ők beszéltek új török nyelven, mi beszéltünk közép török nyelven, de majd a nyelvészet tudománya elmondja nekünk, hogy finnugor nyelvcsaládba tartozunk, és akkor most gyorsan kössünk vért, nem erről van szó. Ezt sem lehet kizárni, de gondolom tudjuk, ugyanannak a népnek a fiai a szomszédból, mint ugyanabból az indián törzsből is, és valóban idegenekkel is. Itt egy népről van szó, és mi erősíti meg ezt? A régészeti emlékek tökéletesen erősítik, és alátámasztják. És már most egy gyors kitétel, olyan, hogy valahol etelközi, vagy milyen szállás, ezek ilyen kulcsszavak, hogy levédi a etelköz, miért? Mert megint lehet jobbra-balra, előre-hátra őstörténeti kérdéseket csúsztatni, hogy tulajdonképpen mi be se akartunk jönni a Kárpát-medencébe. Jöttek ezek a csúnya besenyők, miközben a fiaink elmentek az Alduna térségére harcolni. Most ilyen hadjáratok tényleg mindig voltak, és akkor képzeljük el, hogy hát mi történik, visszamegyünk, se pész, se posztó, se sátor, se gyerek, se nő, vagy elvitték a besenyők, vagy legyilkolták. És mi fejetlenül tényleg rohanva, merre van a Kárpátok, nyugatra szaladjunk versenyt a lemenő nappal, hát ha sötétbe a lobogó, na elnézést, azt nem fogják látni. Tehát egyszerűen az ember nem is érti, hogy felnőtt emberek hogy jutnak ilyen elméletek gyártásához. Hát próbálja meg a saját családja életébe ezeket az elméleteket rávetíteni a mindennapi életkapcsolatokra. Dobja le és rúgja szét, mert irreális és képtelenség. Tehát minden esetre egységes népről van szó, és ilyenkor mondják el, például Illyés Gyula is egyik versébe szóvá teszi, hát aminek nagyon romboló hatása volt, hogy bejönnek ide a megmaradt férfi harcosok, itt a Kárpát-medencében már virágzó ősszláv kultúrák, a béke lufiait, rózsaszín kis lufikat, aranyos galambok vannak ráfestve, már eresztik fel a holdig, és már kitört a világ béke, de jöttek ezek a csúnya magyarok. Nem elég, hogy rondák voltak és kegyetlenek, de szláv nőket vettek feleségül. Illyés Gyula versében meg is írja például.
Most erre mondja László Gyula és minden régész, van egy probléma. Árpád magyarjaival nem csak férfiak jöttek be, hanem nők is. És van még egy probléma. A női sírok mindig díszesebbek, mint a férfi sírok. Na most gondolom, érzékeljük. Hiába a történelmi, hiába a régészeti tény, ha pángermánizmus van, akkor pángermán kurzus van, ha pánszlávizmus van, akkor pánszláv kurzus van. Lényeg az, hogy mi soha nem voltunk egy nép, mindig mindent máshonnan lestünk el, tanultunk, mindent máshonnan vettünk át, de hát ez már olyan fárasztó, hogy tényleg nem is akarom én ezt tovább ragozni. Lényeg az, hogy egy szóval, most visszatérek a krónikához, egy szóval, és ez most nagy segítség nekem, ez a Csaba intette arra a szkítákat, hogy térjenek vissza Pannóniába. Tehát ez mit jelent? Attila fia Bendegúz tanácsára, tehát az ős örök öreg tapasztalt bölcsesség, és a lendületes ifjú hév erő, ha ez egyesülni tud, akkor ezt a történelmi tettet végre lehet hajtani. Csak van egy érdekes dolog. Nincs moccanás. Mert Csaba fia Ed és Edömén. És Ed fia, emlékezzünk vissza, Előd, Előd fia Ügyek, Ügyek fia Álmos, és tulajdonképpen mi indítja el a folyamatot? Hát az indítja el, amiről a krónikák úgy nyilatkoznak, hogy kezdődik az előbeszéd a második bejövetelről. Lássuk hát, hogy hadd lássuk most, mikor tértek vissza újból Pannóniába. Tehát nincs is más gondolat füzér, mint hogy visszatérnek, visszajönnek. Visszatérni, visszajönni ki tud? Hát akinek egyszer itt kellett lennie, valamilyen népségi szinten, itt kellett lennie, és ha megkérdezzük, hogy Csabának hol van az ős hazája, hát nem ott van az ázsiai Szkítiában, hanem itt született bent a Kárpát-medencében. Tehát ő oda is hazamehet, meg onnan is hazajöhet. És ez okozza a legtöbb, hogy úgy mondjam, problémát, de ezt a következő alkalommal majd részletesebben ki fogjuk fejteni, meg fogjuk tárgyalni. Kik voltak a visszatérők kapitányai? Az Úr megtestesülésének 677. évében 104 esztendővel Attila magyar király halála után, harmadik Konstantinus császár és Zakariás pápa idejében, miképpen megvan írva a rómaiak krónikáiban. Tehát ez mit jelent? A rómaiak krónikáiban is ez van megírva, pont. Tehát a magyarok másodízben jöttek ki Szkítiából ilyenképpen. Miért fáj ez a szkíta ügy? Mert a hun ügy annyira fáj, egyébként nagyon sok történész, most például Bóna István, aki a hunokról írt nem egy könyvet, nemzetközi szinten számon tartott kutatója a hun korszaknak, mindig megelőgülve írja le, hogy például Anonymus Gesta Hungarorumában a magyart, most Anonymus, aki annyi bírálatot kap, kap egy kis válveregető dicséretet. Hogy lám, Anonymus sem mondja, hogy mi hunok vagyunk. Miért nem mondja? Egyfolytában azt mondja, hogy szkíták vagyunk. És kik a hunok? Hát a magyarok, akik szkíták, hogy érthető legyen. És mi a helyzet a szkítákkal? Ókor vége óta, még Jézus születése előtt, Túróci János is leírja a krónikájában, Hérodotosz megemlíti Jézus születése előtti 5.-6. században, Jordanes szerepelteti 5.-6. századi Jézus születése utáni világkrónikájában, Szicíliai Diodorosz is megemlíti, tehát nincs nevezet, aki ne tartaná számon, hogy a világ legősibb, legrégebbi népe nem az egyiptomi volt, az ókori nagy, hogy úgy mondjam, kutatások alapján, amikor a népek saját eredetüket egymás elé tárták, azért ha most népek saját eredetüket, származásukat
tényleg hazugság nélkül, túlzás nélkül, csalás nélkül egymás elé tárnák, hát Brunczik Királyfi meséje jutna nekem eszembe. Most hirtelen egy gyors oldal kitérés. Nem tudom, ki ismeri a Brunczik Királyfi magyar népmesét, I. és Gyula 77 magyar népmeséjében, gyűjteményében is olvasható. A csikósok, a pásztorok minden este összegyűlnek, a mese egyik pontján tartózkodunk, egy nagyon hosszú mese egyébként, de nagyon tanulságos. És mindenki elmondja a saját élettörténetét, hogy ki ő és honnan származik. És Brunczik Királyfira kerül a sor, és hallgat. És akkor megkérdezik tőle, hogy miért hallgatsz? Hát azért, mert nagyon egyszerű a dolog, azért hallgat, mert hallgat. És akkor biztatni akarják, a következőt mondják. Hazudj, te is, mi is hazudtunk. És erre mit mond Brunczik Királyfi? Én nem szoktam hazudni. Na most, ha a népek így becsületesen kitennék a saját múltjukat erre az asztalra, akkor lehet, hogy a világ egyszer csak jobb sorra fordulna, mert minden nép azért van itt, mert hát valahonnan jött. Csak nagyon sok nép, nagyon sok keveredésen, kultúra és nyelvcserén ment keresztül. És ha egy nyelvcsere történik, akkor az egy gondolkodás cserét is jelent, újra kell tanulni a világot. Egy népnek az emlék állománya abban a pillanatban szinte nem teljes egészében, de majdnem lenullázódik. Na most ezt figyelembe véve az ókori népek az ókor végén, de még Jézus születése előtt, hát bizony nem az egyiptomit tartották a legősibb népnek, hanem a szkítát. És itt kezdődik tulajdonképpen a magyar történelem, vagy a magyar nép kálváriája az újabb évszázadokban. Miért? Mert van egy folytonossága. És ha Eszterházy Pált megemlítem, akkor újra megemlítem, Mars Hungaricusba írja, és lehet nevetgélni és mosolyogni, de Eszterházy Pál, gondolom tudjuk, ő kiváló zeneszerző is volt, kiváló festőművész is volt, kiváló író is volt, amellett vallásos meggyőződésű ember volt, Zrínyi Miklós tekintette élete végéig, még a 80 éves nádori korában is a mesterének. Na most ez a, aki hát úgymond Habsburg hűségen volt. Na most hangsúlyozom, Szent Korona iránti hűség, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy amit ma tulajdonítanak neki. De rövidre zárva a dolgot, leírja, hát eleve ő is a szkítákra vezeti vissza a saját családfáját, és van egy nagyon érdekes, talányos rész, amit mondjuk Szörényi László irodalomtörténész Hunok és jezsuiták tanulmány kötetében így megemlít, meg más írásaiban is. Tehát nagyon sokan nem hozzák felszínre ezeket az írásokat, mondjuk Eszterházy Pál irányából. De mit ír? Azt írja, hogy itt a Kárpát-medencében nagyon sok olyan magyar szaladgál, akinek, hát ilyen, hogy mondjam, most magunk között mondom, hát ilyen gyerekcipőben van a múltja. Nagyon sokan vannak olyanok, akik 2-3 ezer éves múlttal, családjuk múltjával, 2-3 ezer éves. 1600-as években járunk. Na most büszkélkednek, vagy kérkednek? Kérkednek. Mert minden magyar tudja, csak hogy a háborúk viharában a levéltárak megsemmisültek, hogy 20-30 ezer éves múltja van egy átlag magyar nemesi családnak. Na most hangsúlyozom, ez tényleg hiszi, aki hiszi kérdés, ők így gondolták, tehát a saját származásukat és múltjukat, és nem azért, mert ezt hirdették magukról, hanem képviseltek egy olyan kultúrát, gondolkodásmódot, amiről ezt el lehetett hinni és feltételezni, és senki nem kérkedésnek tartotta. Tehát az, hogy Szkítiából kijönnek a szkíták, ez azt jelenti, hogy a világba újra valami nagyon ősi tudást, tanítást, emberséget, fényt, világosságot próbálnak meg visszahozni és visszanemesíteni. Tehát másodízben jöttek ki Szkítiából, Szitja országból a magyarok. Ilyenképpen ügyek fia előtt Szitja országban, önedbeli a
Leánytól fiat nemzetkinek nevelőn álmos. Tehát miért jöttek ki? Emlékezzünk az eddigiekre. Tehát Csaba király fintelmei, utána van egy-két nemzedéknyi várakozás, és valaminek történnie kell. És ez egy mai történés számára irracionális tényező. Hát szerencsére számukra ez nem az volt. Egy álom indítja el a folyamatokat. Tehát ez mit jelent? Ügyek fia előtt, tehát ez már elhangzott, fiat nemzet, nevelőn álmos. Annak okáért, mert anyjának álmában turul forma madár jelent meg. Amikor persze mindig így terhes állat, terhes volt. Hát annyi szép magyar kifejezés van, áldott állapotban volt. Ha ez túl áldott, egy magyar vezérnek a felesége ne legyen áldott állapotban, legalább a várandóság. Ter, nem teher. Tehát ezen a szinten, meg általában az élet szintjén, akkor tud teher lenni, ha állandóan ezt szajkozzák, mert tényleg van egy súly, hát tényleg. Na de mégis áldott állapotnak tekintették ki, inkább mint egy ilyen nagy nehézségnek. Méhéből rohanó víz fakadt, meggyarapodott, de nem a maga földjén. Ebből azt jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak, miután a szomnium a mi nyelvünkön álom, és itt magyarul írja a képes krónika latin szövege az álom szót le, és ama fiú származását álom jövendőlte meg, ezért nevezték álmosnak. Aki előd, aki ügyek, ed, ez Csaba, ez Attila, nem mondom végig, de az végén bekapcsolódunk. Ez Kear, ez Keve, ez Keled, ez Dama, ez Bor, ez Humor, ez Nimród, Hunor, ez Nimród, ez Tana, ez Jafet, ez Noé fia volt. Tehát ez mit jelent? Árpád álmos családfáját Noéra vezeti vissza a krónikás hagyomány is. És tényleg elindul egy nagy, hatalmas nagy folyamat, de még mielőtt elindulunk ezen a mitikus síkon, és még van egy erős fél óránk egyébként, hát remélem, hogy sikerül megugrani ezt a fél órás akadályt. Nézzük meg ennek a 895-96-nak a képtelenségét. Tehát most váltunk, mint egy zenei műben, már megszoktuk ezeket a dallamokat, most egy kicsit más irány veszi kezdetét. László Gyulától idézek, Árpád népe című könyve. Azért idézek, hogy nehogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy ez egy magánvélemény. És jobbat nem tudunk mondani, mert mindennel ellenkezünk. Pauler Gyula pedig nagy történeti anyagot vizsgálva, azért László Gyulának van humorérzéke. Nehogy azt higgyük, hogy ő nem tudta, hogy mit ír le. Nagy történelmi anyagot vizsgálva, ezt tudjuk, hogy mit jelent? László Gyula, ő nagyon udvarias ember volt. Hát ezt jelenti. Nagy történelmi anyagot vizsgálva, 895-re határozta meg Árpád honfoglalását. Most megállok, 1893-ban már törvénybe iktatták az 1895-ös honfoglalás. Tehát nem honvisszafoglalás, nem visszatérés, nem második bejövetel, hanem Árpáddal jött be az első magyar, és már eldöntik jó előre, törvényerőre emelik, hogy 896, de az élet, vagy 895, de az életnek mindig van humora. Na most a humor az egy valódi kultúrtörténeti helyzetet idéz, ugyanis a millenniumi építkezésekkel is dicsőítő emlékművekkel nem készülnek még el, és egy évvel meg kell csúsztatni. Tehát gondoljuk végig, amikor mi 896 hallatán álmunkból felébredtünk, iskolába vigyázba álltunk, egy nagy hazugságra csaptuk össze a bokánkat. Csak az a baj, hogy ezek működnek. Mert nagyon sok hazafi, magyar hazafi, hogy így fogalmazzak dicsérőleg, de most ez nem dicséret, tényleg úgy viselkedünk, mint hogyha 1896-ban jött volna be az első magyar a Kárpát-medencébe. Tehát gondoljuk végig, nem létező dátumhoz, vagyis ehhez a dátumhoz létező történelmi esemény nem köthető. Tehát 895-96 volt, magyar visszajövetel szempontjából semmi nem történt akkor. Ugyanakkor még azt a nagy semmit is egy évvel megcsúsztatják,
És itt tartunk 2023-ban, és nézzünk ki Európa kellős közepéről, hogy miért ilyen a világ, miért nem látunk egy kicsit tisztábban. A tudomány képviselői ezt fogadják el, tanítják mind a mai napig. Nem számolnak azzal, hogy Kézai Simon 700-ra, a Képes Krónika 677-re teszi a honfoglalást. Magam két utóbbi idézett évszámban az első honfoglalás népének megjelenését ismerem el. Nagyon óvatosan fogalmaz László Gyula, én tömörítve mondom, mert mindent nem lehet nyilván felolvasni. Kettős honfoglalás című tanulmánykötetében, 1000 tanulmányában, könyvében beszámol arról, hogy a Kárpát-medencében, és ez régészetileg igazolható tény, ezt minden régész történész tudja, egy nagy nép jelenik meg a Kárpát-medencébe. Tehát ez régészetileg igazolható, hogy keleti irányból van egy hatalmas nagy beáramlás. Most László Gyula mire figyelmeztet? Arra figyelmeztet, hogy amit késő avarnak nevezünk, azt nyugodtan kora magyarnak kell mondanunk. Miért? Mert a későbbre tett magyar bejövetelek és az itt lévő avar, késő avar települések, ezek szervesen egészítik ki egymást. És nem úgy vannak egymás mellett, hogy felállítom a sátramat, mert látom, hogy ott is áll egy sátor, hanem ahogy az élet hozzá, hogy László Gyula megfogalmazta, hogy a temető az mindig egy túlvilág, az a falunak felel meg. Tehát az élő falu tükörképe, mondjuk honvisszafoglalás korából, az a temető. Tehát ő mindig is így közelített felé. És ahhoz képest hát nem könnyű következtetéseket minden időben levonni. A tények egyértelműen arra mutatnak, megint egy idézet, hogy a magyarság tömegeinek első nagy honfoglalása 670-es évek tájékán történt meg. Na most képzeljük el, ha valaki régész történész, krónikáink egyike azt állítja a legjellegadóbb, mert a Képes Krónika, Nagy Lajosnak készült újra, el kell mondanom, ez 10 krónika családból áll. Tehát ez azt jelenti, hogy mai szóhasználattal még szaporodott is. Tehát egyetlen egy krónikának hirtelen lett 10, hogy úgy mondjam, családja. És ez mit jelent? Hát ezt már említettük, hogy 5 nemzedékre Attila halála után Álmos és Árpád már visszajönnek a Kárpát-medencébe. Van a 677-es dátum, és ha ez csak krónikás kitalációnak tekinti valaki, mi történik? Régészetileg igazolható egy nép, pont ebben a korban megjelenik, egész Kárpát-medencét kitöltve. Hát egy történésznek ez az álom adat. Miért? Krónikáink írják, tudomány igazolja. Akkor miért gond ez? Hát azért, mert 1920 Trianon nem játékból történt. Tehát nyilván az egy folyamatnak az egyik végzetes állomása. Tehát nem azon kell csodálkozni, hogy nem vesznek figyelembe adatokat, hanem azt kell figyelembe venni, hogy ilyen történelmi helyzetben vagyunk, hogy ameddig ez az ország ennyire kiszolgáltatott, és ameddig egy békediktátum így be van betonozva, nyilván semmiféle változás nem lesz. Miért? Mert az előkészítő évszázadok is rengeteg hazugsággal tudtak Mária Terézia korától már bizonyíthatóan szolgálni, ahol nagy ütemben a magyar történelem meghamisítása megkezdődött. És megint idézem Dümmer Dezsőt, tehát ezt történészeink ezt általában elmondják, de érdekes módon most, mintha nem ilyen világot élnénk, tehát még a legegyszerűbb történelmi tényeket is nehéz tudatosítani, mert már jönnek azzal, hogy ez biztos túlzás, vagy összeesküvés elmélet és egyebek. Ismerjük ezeket a nagyon szép megfogalmazásokat. Na most jön a fekete leves. Remélem, hogy a versenyfutás az idővel megtörténik. Vidukint 925-1004 között élt korvei barát. Na most László Gyula, hangsúlyozom, a humor nagymestere. Tehát Pauler Gyula akadémikus, na most egy ember, nyilván volt körülötte egy csapat. Na de milyen társaság ez? Nagy történelmi anyagot átvizsgálva. Ideüt és azt mondja, 895, abból nem lesz baj. Legfeljebb 896 lesz belőle. Az meg kevésbé baj. Na mit mondanak a nyugati források?
Vidokind. Korvei barát krónikája Szász nép történetéről azt írja, hogy népünk Nagy Károly hadjáratai előtt telepedett meg hazánkban, és most jön az idézet, azonos a hunokkal, avarokkal, akiket most magyaroknak hívnak. Na most ez mit jelent? 300 éven keresztül visszatérő refrén, hogy a magyarok azonosak, vagyis a avarok azonosak a hunok az avarok a magyarokkal, különféle megfogalmazásban. Tehát akiket hunoknak, aztán avaroknak, most meg magyaroknak nevezünk. Na most gondolom, tudjuk a régészeti hagyatékok az életvitel szempontjából, hogy lovas nép, íveszítő nép, semmi eltérés nem mutatnak, ugyanakkor van eltérés, de a lényeg szempontjából ténylegesen nem mondható. Aztán Strata Hungarorum, magyar út, 8.-9. században, 8. század az a 700-as éveket jelenti, na most érdemes odafigyelni. 895-6-ban átesik az első magyar a vereckei hágón, és tudatják vele, hogy tőlünk nyugatra majd menjél oda, mert nagyon sok országutat magyar útnak nevez, strádának tulajdonképpen országútnak neveznek. Tehát Strata Hungarorum, magyar út, a 8.-9. században igen sok, hát László Gyula nagyon óvatos, onogúr, tehát a hungár népnevet az onogúrra 10 törzsre vezeti vissza, tök mindegy, most ezzel tényleg nem foglalkozom. Tulajdonképpen igen sok névben bukkan fel nyugaton, sőt van egy Strata Hungarorum is. Magyarul még be sem jöttünk, de a Németalföldön, mai Franciaország területén, Észak-Itáliában már gyakorlatilag lovas pályák mentén stráda építő pálya munkások, na majd jönnek pár száz év múlva a magyarok, nevezzük el róluk ezeket az utakat. Ráadásul, hát ez kicsit idétlenségnek tűnik, de egy veronai püspök 930-as években írja, és ezt egyébként most fiatal történészek, mert időnként mindig jön egy olyan történész hullám a fiatalok körül, akik a régi adatokat újra átnézik, régi kútfőket újra megszondáztatják, és akkor kiderül, hogy évtizedekig lappangnak adatok. Na most ez nem lappangó adat volt, ezt megint tudta mindenki, és ez a magyar viseletre vonatkozott. Na most ha a magyarok olyan nagyon kegyetlenek voltak, akkor észak-itáliai papok papi süveg helyett miért magyar süveget hordtak? Most erre tényleg az válaszoljon, aki ott járt. Tehát ezek egészen egyszerűen elképesztő dolgok. Tehát nem arról van szó, hogy megjelenik egy nép lovon ül és nyilaznak, és hirtelen pont ez a Nyugat-Európa, aki gyakorlatilag már arra nem emlékszik, hogy a szovjet csapatok hogy viselkedtek, vagy egyáltalán az amerikaiak hogy viselkedtek tegnap. Eltelik pár száz év, tehát gondoljuk végig, Baján, Kagány, avarjai óta, ez 5-600-as évek, Attiláról most nem is beszélek, de Attilától mondjuk 453-ra teszik a halálát, 896-ra bejönnek a magyarok, és tőlünk nyugatra mit mondanak? Jézus Mária, itt vannak a hunok. Tehát 400 évig nem is lát olyat, hogy érthető legyen. Meglátja az első magyar lovas íjászt, és mit mond? Itt van Attila. Hogy? Hát azért gondolom, tudjuk, hogy hát remélem tudunk valamit. Na. Vita Vélborgis, 722 táján magyar hadjárat. Megint egy kérdés. Ha Türingiában 722-ben magyar hadjárat van, magyar királyság, magyar területről, hogy jöhettek be 895-96-ban? Tehát 750, idézem László Gyulát, mert idézi. A szent biztatására a türingiaiak megtagadták az adófizetést a zsarnok magyar királynak. Tehát Szent István államalapító királyunk. Erre mindig az embernek leesik az álla, mert ez is olyan nagyon sunyi csúsztatás. Hát elnézést, Géza fejedelem volt. Külföldi források szerint király volt. Szent István nem államot alapított, hanem a kereszténységnek az úgynevezett Európában ismert változatát, még csak azt sem mondom, hogy államvallássá tette.
ő püspökségeket, egyházmegyéket alapított. Tehát nemes egyszerűséggel ma úgy fogalmaznánk, állam vallássá tette a kereszténységet, de már volt állam. Tehát mindig mi a lényeg? Az a lényeg, hogy Árpádház, miért? Mert akkor nem kell megemlíteni azt, hogy az árpádok magukat turulnak, turul nemzetség, Attila király nemzetségből származó uralkodóknak tekintették. Akkor magyar honfoglalás, akkor nem kell azt mondani, hogy nem honfoglalás, hanem legfeljebb visszafoglalja, és másodszor jön vissza. És nem 895-96-ban, hanem évszázadokkal korábban. Mire a magyarok hadjárattal válaszolnak? 843. Az avarok, azok a hunok, vagyis a magyarok királyságát, ez a Liber Monasterisből származik, és kiderül, hogy magyar királyt említenek, ilyen módon, hogy magyar király 722-ben, 750-ben, 843-ban, 880-ban, tehát hogy jöhetett be 896-ban és 1000-ben, hogy alapíthatott államot, hogyha újra elmondom, Bizánc állam, császárság és a magyar fejedelemségnek az adófizetője. Törzsfőnöknek Bizánc nem szokott adót fizetni. Azért ezt nem kell külön magyarázni. Valahova oda kell fizetni a adót. Magyar király, 880-as évek eleje. Ez a Cyril metód hagyománykörbe tartozik, Alduna térségében, vagy ki tudja, hogy hol. Van, aki egyébként a Bécsi medence térségébe teszi. 880-as évek tájéken. Megérkezve a Duna tájára, magyar király látni akarta őt. És bár egyesek mondták, ezt nem éli túl. Hát azért kell sokkolni a közvéleményt. Kínszenvedés nélkül ő elment hozzá, tehát metódról van szó. A király pedig, mint főpapot illik, tisztelettel, ünnepélyesen és örömmel fogadta, és beszélgetve vele, hogy ilyen méltóságú emberekkel illik beszélgetni, elbocsájtotta ezekkel a szavakkal. Tisztelendő atyám, okvetlenül emlékezzél meg rólam szent imáidban. László Gyula megjegyzése a következő. Ez a magyar király nem csak a nemzetközi illendőséggel volt tisztában, hanem jól kellett ismernie a kereszténységet is. És van egy apróság, Árpád vezér magyarjai jól ismerték a kereszténységet, hogyha egyetlen vallást azonosító tárgy jelenik meg honvisszafoglaláskori sírokba, és ez nem taoista talizmán, nem kis Osiris szobor, nem Trimurti ábrázolás, hanem erekje tartó mellkeresztek. Most ezek megint történelmi tények, de ha ők már keresztények, akkor ez a Szent István kiket térít, miért térít, hogy térít. Tehát, hogy számítógépes programokban van a butított program. Nekünk éjjel-nappal a múltunkból egy butított verzi. Ne kelljen gondolkodni. Miért? Mert az István és a király minden augusztus 20-án ezt a témakört ezt megoldja. És teljesen mindegy, hogy ki rendezi, hogy rendezi. A lényeg, hogy a mítosz, az új mítosz, az mindent kifejez. És drámai a történet, jó a mű, tehát nem erről van szó. Történelmileg hiteltelen, pont. Hát az egy nép életét nem így kellene modellezni. Én viszont az utolsó felvonás idejét fogom, akkor érvényre juttatni reményeim szerint, és ez pedig a következő, ez most megint egy kicsit olyan mitikusabb menet lesz. Attila, amikor meghal, tehát visszatérünk a útvonalnak az elejére, akkor gondolom tudjuk, ott is van egy olyan történet, ami nagyon makacs. Tehát ahogy Mátyás király halála, hogy fügét kér, és vannak ilyen visszatérő, makacs, szinte mondai hagyományként tovább élő megfogalmazások, amik valahol nyilván nagyon igazak, csak pont az a lényeg, hogy mivel nagyon igazak, nem a hétköznapi valóság szintjén szólal meg az igazság tartalmuk. Sokkal több van benne. Tehát nem életképi jelenetről van szó. A képes krónika Attila életét 7 miniatúrán mutatja be, ahol maga Attila király is megjelenik. Az utolsó képet, és tulajdonképpen a
ismerjük a politikai életet, amikor egy szürke eminenciás bejön, letesz az asztalra egy jelzést, hirtelen elsápad, aki addig beszélt, és azt mondja, hogy vége. Befejeztük. Na, semmilyen nincsen. A következő előadás november 2-án lesz. Árpád vezérkorát fogja tárgyalni. Tehát egyetlen egy képet semmisítettek. Nyugodtan mondom, hogy megsemmisítették a képes krónikában, mert lehet látni a külső drasztikus beavatkozásnak a nyomait, tehát megpróbálták kitörölni. Attila halálát bemutató miniatúrát. De úgy nem sikerült kitörölni vagy eltüntetni azt a képet, hogy a 2003-ban újra kiadott képes krónika, hát hason más kiadás, reprint kiadásról van szó, de új fordítás, tanulmányok születtek, Pap Gábor írta az egyiket, én a másikat, és ott a számítógépes vizsgálatok nagyon szépen kimutatták, hogy tulajdonképpen hoppá, hát ott van valami. Mert ezen a képen lehet látni, hogy Attila ágya mögött, még ilyen állapotában, ilyen megrongált állapotában is lehet látni, hogy emberek állnak. Na most nyilvánvaló módon, hogy nászéj szakára nem hívjuk be a félkirályi udvart, hogy azért ellenőrizzék, hogy jól ment-e, sikerült-e, úgy történt-e, minden szabályszerűen történt. Semmit nem lehet kizárni, de azért mégiscsak itt egy királynak szóló miniatúráról van szó. És az ágy mögött az egyik ember ezzel a kéztartással jelenik meg. Hát gondolom tudjuk, hogy ez két ujjnak az összeérintése. Tehát ez a úgymond gyűrűs ujj, ez a napnak az ujja, és a hüvelykujj, ez pedig a Vénusznak az ujja. És hát Jézus Krisztus nem egyszer ezzel a kéztartással látjuk ikonokon, képeken, a Magyar Szent Koronán az előső homlokzati részen lévő zománc képen is ezt a tartást látjuk. Hát ez az új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, mert ő a Sol Justitiae világ világossága, ez a nap, és a szeretet, hát ez maga a Vénusz. Tehát ezt kell most működtetni. És ez nagyon szépen kifejező. Igen ám, de azt is lehet látni, hogy minthogyha egy lepedőt keresztbe az ágyon így átlógatnának. És bizony ott van az a forma. És ha az ember ezt komolyan veszi, mert nem lehet eldönteni, hogy ez a kitörlés révén jött létre ez a forma, de az túl direkt, de még ez is. Egy biztos ott van, vagy eredetileg is ott volt. És ezen az úgymond átnyújtott, átlógatott lepedőn pedig testlenyomat van. Na most gondolom, nem kell ezt magyarázni, hogy ez honnan ismert. És az a középkor a torinói halotti leplet oda-vissza már nagyon régen ismerte, úgyhogy ott lenyomat van. Ugyanúgy miniatúrákon ábrázolják, hogy a lepedőn ott van Jézus Krisztusnak a lenyomata. Lényeg az, hogy Attilát mennyegzőjén, és amikor Jézustól megkérdezik nem egyszer, hogy mennyek országa az milyen, akkor az egyik példa az mi? Olyan, mint a mennyegző. És lehet mosolyogni, de ha én arámi nyelven, latinul, görögül, héberül akarom ennek a lényegét meghatározni, nem jutok ötről a hatra. Lehet, hogy véletlen egybeesés, de a mennyek ország olyan, mint egy mennyegző. És neki szeretetből van a halála. És ugyanakkor viszont álmában éri utol a halál. Tehát ez mit jelent? Attila álmában megy el, álmos álomban jön vissza. Tehát erre nagyon sokan fölfigyeltek egyébként, hogy hát itt valami megmutatkozik. És nem is akármilyen szinten. És leírja a képes krónika példa, hogy Mark János császár, a bizánci császár álmában azt látja, hogy Attila íja az égbolton ketté törött. Tehát tulajdonképpen ífeszítő népek, de hát az íj az egy csillagkép a csillagos égbolton, állatövi csillagkép, ez a nyilas állatövi jegyét és csillagképét jelenti, és a tejút központ, a nyilas csillagkép a Sagittarius irányában van. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy Attila íja eltörött, akkor onnan egy tápláló, újrateremtő hatás megszűnik létezni. De most mire figyeljünk oda?
arra, hogy álomban mások is értesülnek az eseményről. Utána jön emese álma, és ezt még részletezni fogom, de emese álmában például Anonymousnál, és minden krónika megemlíti. Isteni csodás esetről beszél, és divina vízióról, isteni vízióról. Tehát ez mit jelent? A koronás fejű turulmadár isteni látomásban, mint isteni látomás jelenik meg. Tehát nem akárhonnan jön. És ezt látja rászállni, és majd látni fogjuk, ismertetni fogom az álomnak a további tartalmát. Viszont a képes krónika következőket mondja, amikor Szkétiáról beszél, most egy kicsit tömörítünk és nagyokat ugrunk. A képes krónika latin nyelven íródik. Mindössze két helyen, még egy helyen van egy utalás, hogy amikor a hét magyart megnevezi, de értelemszerűen két helyen magyarul ad meg két nagyon fontos fogalmat. Na most az egyik az így szól. Szkítiáról beszél. Amatáj hegyeiben pedig kristály található, griffek fészkelnek ott. Pont. Hát a griffes indások avarkori, ugyanakkor pedig a griff, hát az a szkíta művészetben az annyira általános, hogy ezt nem is kell külön hangsúlyoznom. Na de mi a lényeg? Ott költik ki fiókáikat a legészfalk madarak. Na most a költés a születést is jelent. És ez pedig egy olyan madár, ami sólyom. Tehát ez csak sólyomként. Tehát legészfalk madarak, amelyeket magyarul kerecsennek hívnak. És ez szépen magyarul odaírja. Kerecsennek hívnak. Olvasom tovább. Most álmos történetét már olvastam, de milyen érdekes. A kerecsent írja le magyarul, és álmos nevének jelentését, hogy álom, ezt írja le magyarul. A kettőt próbáljuk meg majd alkalomattán egymással kapcsolatba hozni. Miután a szomnium a mi nyelvünkön álom, és ama fiú születését álomjöven dőlte meg, ezért nevezték álmosnak. Na most gondolom tudjuk, ez a madár turul névre hallgat. Idézek Badinyi Jós Ferenctől. Tehát egy nagyon érdekes nyomot hagyott a magyar művelődés történetben, tehát amíg emigrációban volt, nagyon sok mindenre ő hívta fel a figyelmet. És ő nem puháskodott, aztán kinek nincs, voltak egészen vad meglátásai, gondolatai, de ez tulajdonképpen ténylegesen így van. Miért? Mert ez bárhol bárki ellenőrizni tudja. Tehát itt most nem lehet azt mondani, hát de mint tudjuk, ő olyan, nem olyan volt, ez tényszerű. A turul névnek az első előfordulása a művelődés történeten belül honnan származik? Hát ha így teszem fel a kérdést. Turullu. Két szarvas között párducfejű hatalmas madár látható, amely a sumér hiedelem szerint a téli napfordulókor elgyengült napot a magasba emeli, az újraéledő nap neve sumérul turul. Hát most erre mit mondok? Elnézést, nem én mondtam, ez gyakorlatilag sumerológiai tény. És ha valaki elmegy a British Múzeumba, akkor ezeket a Jézus születés előtti harmadik évezredből származó sumér reneszánsz, tehát újra megújul a sumér kultúra, van egy olyan időszak, és ott tényleg bronzból ott vannak ezek a patás állatok, tehát már eleve keverék lény, de szarvas agancsal, és két ilyen szétugró patás, szarvas, agancsos állat között pedig megjelenik ez a hatalmas párducfejű lény. Na most ennek lenne a neve az, hogy turul, turullu, visszatérő naperő. Na most ez miért érdekes? Mert évről évre a nap visszatér. Mikor tér vissza? Téli napfordulót harmadikról negyedikre követő éjszakának. Mi a neve magyar nyelvterületen? Karácsony. Most ez a karácsony, lehet keresztet vetni, lehet ellenkezni, lehet finnugor főbíróságra menni. Elnézést, van egy probléma. Ez egy
névre rímel rá, és ne felejtsük el, téli napfordulókor a napot nem véletlenül, nem akkor, hanem állandóan szárnyakkal ábrázolják a napot. Na most ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Főleg nem azt, amit Kákosi László munkásságából tudunk. 1990-es évek második felében a Magyar Tudományos Akadémián akadémiai székfoglaló beszédét a sólyom fejű Jézus Krisztus ábrázolásokról tartotta. Mert Egyiptomban van egy párhuzamos példa. Tehát a kopt kereszténység első évszázadaiban mi is nem egy ilyen templomban jártunk, Tébában, a túloldalon van a halott, a királyok síroknak a völgye, másik oldalon, a keleti oldalon az élőknek a romvárosai, és hát bizony nem egy templomban csodáltuk meg, hogy tényleg, ahogy is Kákosi felvételeket, és nemzetközi hírű egyiptológus volt egyébként Kákosi László, tehát tényleg jó gondolkodású, jó érzésű művelt, hát ő ilyen délibábos vizekre még csak véletlenül se utazott volna el, de mint egyiptológus látja, hogy az egyiptomi kereszténység első három évszázadában a régi egyiptomi isten fiú, a sólyomfejű Hórus nem leverik az ábrázolásokat, már kopt keresztényé tett templomokba, hanem szépen belevésik, hogy Jézus Krisztus. Na most ebből az oldalirányból azért nem kellene annyira felhördülni a Kerecsen és a Karácsony, hogy úgy mondjam, szójátékon, hanem nem ártana néha gondolkodni. Mert az nem délibábos, hogyha a szláv kricsit, meg most már úgy próbálják minden délszláv nyelvből, krocsun, meg nem tudom milyen, hogy minél jobban rárímeljen a karácsony szavunkra, de nem fog. Miért? Mert valami lépést jelent. Elnézést, én karácsonykor nem lép, mindig lépünk. Nem tudom, hogy érzékeljük-e a dolgokat. Ez tudományos. Tehát Szent István felveszi a nyugati kereszténységet, ez tudományos. Latin hittérítők jönnek, ez tudományos. És Jézus születésének ünnepét elmentek a latin hittérítők, és ide csap a hó, te jó Isten, mikor született ez a gyerek? Valami délszláv nyelvből valaki nem tud valamit hozni nekünk? Tehát az ember tényleg úgy eltűnődik, hogy bármit. Hát tényleg oda-vissza lehet zsonglőrködni nyelvekkel, de azért ennyire nem kellene. Következő, Petrus Ranzánus. Attila örök emlék, a Petrus Ranzánus, mi volt neki a lényege? Mátyás király idején Magyarországon jár, Nápoly-Szicíliai király követte, magyarok történetének rövid foglalata, 1985-ben például megjelent. Tehát itáliai főpap, nem magyar, következőket írja. Attila örök emlékezetre méltó férfiú volt, hoppá. Érdekes mondatok. Petrus, ebből baj lesz. Hát figyelj, eretnekséggel fognak kihányni az egyházból, vagy valahonnan. Akinél sohasem volt és lesz hadierényekben kiválóbb, aki nemzetének, amelyből született. Halhatatlan nevetés dicsőséget szerzett, amelyet sohasem lehet eltörölni. Hát próbálják eltörölni éjjel-nappal. Újra fel kell tehát keresni, vissza kell szerezni és erényekkel megtartani a hazát, amely az oly híres férfi testét és sírját őrzi. Tehát nem honfoglalás, hanem hon visszafoglalás. Mi magunk, barátaink, ellenfeleink, ellenségeink, minimum 1000 éven keresztül így tudták Európában és a világ minden más táján. És még mielőtt befejezzük, mert tényleg gyorsan be kell fejezni, Dümmer Dezsőtől néhány idézet. A legújabb nyelvészeti kutatásokból tudjuk, hogy álmos hagyományszerű ősének Attilának nevesen más, mint uralkodói hatalmát jelölő úgynevezett rónnév, amelynek jelentése nagy folyó. Tehát ezért van az, hogy nagy folyóknak Etil-Itil-Attila nevük. Tehát nem csak a Volgának, nem csak a Donnak, valaki török nyelvcsaládba születik meg, nem azt mondja, mint mi, hogy folyó, hanem azt mondja, hogy Attil. Itil-Etil, tehát nagy folyam, hatalmas nagy folyam.
Megjegyezendő, hogy a Volga folyó régi Etel-Etil elnevezése kapcsán már a romantikus módon egy elveszett eposz nyomait kereső Thierry Amadé francia történész 1800-as évek derekán gondolt arra, hogy emese álmában a folyó motívum nem más, mint Attila reinkarnációja. Ijedjünk meg, reinkarnáció, ez nem lélekvándorlás, hanem testetöltés. Tehát mi a lényege? Hiába bízta Csaba, amíg nem születik meg, amíg egy álom nem válik valósággá, amíg nem születik meg az arra alkalmas ember, addig már elnézést a szakkifejezésért, de úgy csak nem indulunk el. Tehát ki kell várni a megfelelő időpillanatot. Ezt a felfogást újította fel lényegében László Gyula is. Idézett László Gyulától, az álmos eredetmondájában feltűnő patakként induló és folyóvá növekvő víz épp úgy az uralkodói hatalomra utal, mint Attila neve, aki krónikáink szerint álmos őse volt. Következő idézet. Dümmer Dezső álmos az áldozat. Az álomban szereplő nagy folyam, és Attila nevének jelentése Etil Itil, nagy víz olyan világos összekötő kapcsot jelent Attila és álmos között. Emese fia e szerint Attila reinkarnációja. Ezt egy római katolikus történész, mert Dümmer Dezső vallásos, hívő római katolikus történész volt, nem csapott rá a kezére, 1980-es években leírja. Tehát miért bűn az igazság? Tehát ember egyszer nem érti, hogy mit nem lehet dolgokban megérteni. És nyilván ez most nem a történészi, társadalmi szint, hanem a mitikus. Tehát a legtöbb emberi tettnek, ha én racionálisan valamit el akarok érni, mit mondok? Soha az életben meg nem fogom próbálni, mert kiszámítottam, nem lehet megtenni. Tehát nem ez a történelem motorja, hogy hány kilót, kagylót vitt a Selyem úton, hány száz méter hosszú volt a Selyem út, vagy hogy hány szöget ütöttek a lovának patkójába. Ezek nagyon fontos dolgok. Hát melyik az az ember, majd a digitális diktatúra mesterséges intelligenciájában nem kell ezen gondolkodni, mert nem lesz majd emberhez méltó ember. Biorobot szintjén ezek nem kérdések. Ez még történelem, most nagybetűvel história. Ezt még emberek csinálják, nem gépek, nem számítógépen modellezik a legújabb tájvani amerikai Egyesült Államok közötti háborút. Következő idézet. A Turul által elindított nagy folyóképzet már a múlt századi, megint visszatér oda, 19. századi romantikus francia történész Amadé Thierry feltevése szerint Attila neve felé mutat. Attila Etel Etil vízfolyónév etimológiáját ugyanis Thierry Amadé már ismerte, és ezért tartotta tudván krónikásoknak azt a hagyományát, hogy az Árpádház Attila családjából származott, álmost az álom alapján Attila reinkarnációjának, azaz újjászületésének tekintette. És ez nem azért, mert francia a történész, hanem vegyük észre, ha valaki gondolkodik, észrevesz dolgokat. Mert mindenki érzi az összefüggéseket. Már én is unom egyébként, de még egy idézetet, én is tudom súlykolni a dolgokat. A mély lélektan szimbólumvilág, amelynek segítségével Róheim Géza, tehát ez mit jelent? Század elején a pszichoanalitikus kutatás is ugyanoda jut. A század eleje az a múlt század eleje. Róheim felidézi a folyómederbe temetkező hun fejedelem emlékét, és általában a szokást, hogy a szakrális királyokat bizonyos esetekben folyóvízbe temették. Ismételjük, érdekes, különösen amikor az emese álmában megjelenő nagy folyót az Attila sírmedre felől érkező víz folyásával kapcsolja össze. Tehát a temetést a születéssel, a halált az újjászületéssel, és gondolom, ezt észrevettük, hogy ez tényleg nagyon szép párhuzam. Tehát ahol kilép a világból Attila, tehát az álomvilágnak a közege, ott fog belépni, csak eltelik egy bizonyos idő. Miért? Mert legalább akkora küldetésnek kell reinkarnálódni,
mint ami Attila idejében az ő küldetése akkor benne reinkarnálódott. Tehát nem a személy reinkarnálódik, hanem a küldetés, a feladat. És akkor végül utolsó szó jogán, és ezzel fejezem be, Petrus Ranzanus. Na most, a magyar krónikák szükszavúak. Miért? Mert nem dicsérnek, nem magasztalnak, tényeket beszélnek el. Az, hogy divina vízió, tehát isteni látomás, elnézést, isteni látomás. Mit kell ezzel magyarázni? Ja, hogy a Szentlélek is általában madárképében jelenik meg, ez nem azt jelenti, de ez biztos egy szentesíthető lélek alakváltozatokként. Na, hogy mi ez a folyóvíz? Ezt érdekes módon Mátyás király idején, 15. században, csak úgy, ahogy Thierry Amadé, most gondolom, valamire fölfigyelünk. Ha állandóan a külföldet figyeljük, nem árt néha. Miért? Mert itt minden meg van nyomorítva, és ott pedig néha bátran egy felismerésből pillanatok alatt a lényeget ki tudják mondani. Tehát nem kertelik. Tehát ez mit jelent? Ez a folyó, ez nem H2O-ból van. Mint ahogy gondolom, tudjuk, úgy szokták magyarázni, amikor nagyon tudós a tudós, elfolyt a magzatvíz. Hát Emese álmában éppen folyik a magzatvíz. És ő, mint történész, éppen ott áll, és nézi, hogy folyik a magzatvíz. Tehát ezek tényleg olyan magyarázatok, hogy én nem is akarok ehhez hozzátenni semmit. Álmos a legtekintélyesebb volt abban a nemzetségben. Attila király nemzetségéből származott, Petrus Ranzanus. Ez a férfi édesanyjától kapott Istennek tetsző nevet visel. Tehát ez mit jelent? Római katolikus főpap, nem magyar. Nem azt mondja, hogy mekkora pogány volt Emese, még nagyobb pogány volt a férje, na de aki született, az akkora pogány volt, mint ide tíz turul madár, hanem Istennek tetsző nevet viselt. Úgy tűnik, hogy Isten az, hogy mondjam, Istenből egy van. Tehát, anyja ugyanis, amikor megszülte őt álmában egy turul madarat látott magához repülni, és az behatolt méhében, ahonnan ő később nagy fény közepette megszületett. Na most itt megdöbben az ember. Miért? Mert ez egy születéstörténet. És most ne úgy fogadjuk ezt a párhuzamot, hogy akinek nem tetszik, az azonnal megy egy eretnékségi főhatóság püspöki körlevéléért, hogy legyen még egy. Hanem ismerünk olyan születés evangéliumot, ahol ő nagy fény közepette születik meg. És az ő születés napja az karácsonykor van. És ha valaki ilyen párhuzamokat nem vesz észre, nyugodtan nem kell észrevenni. De azért mégis érezni, hogy ennyi véletlen egy esetben mégsem tud megjelenni. Nagy fény közepette ő megszületett, és annak nagy fénye eljutott a földkerekség legtávolabbi részéig, és ott maradt, de kibocsájtott mindenféle fénysugarakat, mely fénysugaraktól úgy tűnt minden világ fényt kapott. Mivel pedig a hunok nyelvén, vagyis a magyarok nyelvén, de ő a hun, a magyar ugyanaz. A hun nyelv, a magyar nyelv ugyanaz. Tehát mit mond Petrus Ranzanus? Hunok nyelvén a Somnus álmot jelent, a tőle született fiút álmosnak nevezték el. Tehát mi az egésznek a lényege? A fény hozatala egy elsötétülő világba. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Polgári Monodó. Érték a felszínen.